pedig a közönség támogatását megkapta a Rostov, és őszintén mondom, hetekkel korábban nem gondoltam volna, hogy itt most Budapesten a magyar szurkolók a Rostovnak fognak szurkolni majd a Final Four-ban, de úgy tűnik, hogy a tegnapi nap után annyival szimpatikusabb volt ez a csapat, meg talán egy kicsit elesettebb is, mint a Bukarest, hogy itt azért a magyar szurkolók komoly segítséget nyújtottak ma. Igen, vagy csak egy kicsit belelkesedtek, hogy itt lehet még ebből jó mérkőzés, hiszen a Bukarest ugye a mérkőzés elejétől fogva nagyon-nagyon dominált, és ugye kellett egy jó 45 perc, illetve hogy Attiláék lent mondták az előző nap, hogy megérkezzen ebbe a Final Four-ba, és akkor megcsillant a remény, hogy döntetlennél akkor itt akár bármi lehet, és azért egy jó kézilabda mérkőzés mindjárt érdekesebb, mint az, hogy simán nyer a Bukarest. Most pedig azt látjuk a képeken, hogy a Győri Aurietó KC játékosai megérkeztek a helyszínre, jó kis hangulatban jönnek, megint elindulhat az őrület körülöttük, és lehet készülni ilyen hangulatban a mérkőzésre, amit hamarosan majd le fognak játszani. Miközben ezeket a képeket nézzük, azért még egy kicsit visszatérünk mi ehhez a Rostov mérkőzéshez. Már csak azért is, mert azért volt egy olyan időszak ennek a mérkőzésnek, amikor megtalálták magukat, amikor nem csak tudtak azon a sebességgel játszani, amit tudnak, hanem fantasztikus jeleneteket láthattuk, azt, hogy azok a játékosok, akik ebben a csapatban játszanak, mire képesek. Így van, hát a második fél idő 15. percében úgy tűnt, hogy megérkezett a Rostov, és tényleg egy éles találkozót fogunk, és egy jó végjátékot látni. Hát ideig óráig sikerült ezt megmutatni, annak ellenére azt gondolom, a Bukarest uralta ezt a találkozót, de jól helytállt a Rostov, úgy tűnik, hogy azért a tegnaphoz képest is lépett előre, azt azért ki kell emelni, hogy elég sok játékosát pihentette már a francia edző, és ennek is köszönhető, hogy talán nem tudták tartani ezt a találkozót, és nem tudták megnyerni sem. Én is nagyon szurkoltam nekik, és nagyon örültem volna, hogyha nyernek. Nagyszerű ráhangolódás volt ez a Győr meccsére, és azért nagyszerű dolog, hogy nagyon sokan a szurkolók közül nem várták meg, hogy elkezdődjön a döntő, hanem itt voltak már a bronzmérkőzésen is, talán nekik is kell egy kicsit melegíteni, nem tudom. Nagyon sok román szurkoló is volt, ez nyilván segítette a Bukarestet is. Az egy nagy csalódás lehet egyébként a Bukarest játékosainak, hogy azért ezt a csapatot megerősítették most az elmúlt időszakban. És hát Neagu interjújából tegnap hallhattuk, hogy nagyon-nagyon arra készültek, hogy most ők akarnak itt Final Four-t nyerni. Ehhez képest óriási csalódás nem bejutni a döntőbe. Igen, mindenképp, de most úgy ünneplik ezt a bronzérmet, mint hogy megnyerték volna, hiszen teljesen más arcát mutatta ugye a Bukarest, mint tegnap. Ugye annyit játszott, amennyit hagytak neki, hogy így szoktuk ugye mondani, hogy a Győr azért tegnap nem nagyon engedte dominálni itt a Bukarest játékosait, míg azért a Rostov ma egy picit azért bealudt a mérkőzésbe, vagy egy picit bátortalanabb volt, és a Bukarest nagyon-nagyon dominált. Ezek a klasszis játékosok meg tudták mutatni, hogy miért vannak a világ egyik legjobb csapatában, és hogy miért hazájuk válogatottját képviselik. Klasszis játékosok, és igen, a szurkolóknak azért itt ez, aki már itt van, eljön egy Final Four-ra, az a kézilabda miatt jön, és egyértelmű, hogy azért egy bronzmérkőzésre kíváncsiak. Most tovább passzoljuk a labdát Szél Tamásnak a riporter állásban. Köszönöm szépen, hiszen Katarina Bulatovics áll itt előttem, akik már kikaptak megint, de azért azt elmondhatjuk, hogy jobban játszottak, mint tegnap. Igen, természetesen sajnáljuk, hogy és szomorúak vagyunk, hogy kikaptunk, de én azt gondolom, hogy pontosan úgy sikerült a játék. Szerintem nem voltunk annyival jobbak, szerintem ma a kapusunk lenyűgöző teljesítményt gyújtott, és én azt gondolom, hogy minden szempontból jól játszott. Számunkra az első csapat, első alkalom, hogy csapatként ezt így megélhettük, és remélem, hogy jövőre megint itt leszünk, és nagyon remélem, hogy jövőre teljesen más eredmény születik. Akkor találkozunk majd megint, de ez a meccs ugyanúgy indult talán, mint a tegnapi, nem? Én így gondolom én is, én változtatom, azt mondom, hogy remélem, hogy jövőre itt leszünk megint. Jobban kezdtünk, nem meg kell találnunk az okát ennek, hogy miért ez lett a vége. Egész egyszerűen nem a saját játékunkat tudtuk játszani. Köszönöm szépen, és remélem, hogy akkor találkozunk itt jövőre. Kedves nézőktől pedig egy kis türelmet kérünk, hiszen rövid reklám következik, aztán visszakapcsolunk ide a Papp László Budapest Sport Arénába.
kedves nézők nem láthatták, úgyhogy elmesélem, hogy Per Johansson edző elkérte itt a helyi műsor közlő mikrofonját, és oda ment a román tábor elé. Valamit ugyan nem értettünk, de bizonyára megköszönt nekik, és hát Romániát éltette, ami nagyon tetszett a közönségnek. Azt hiszem, hogy azért ezek is fontos gesztusok edzőktől, játékosoktól, hiszen a szurkolók azért vannak itt, hogy szurkoljanak a csapatnak, hogy legyen egy közösség, legyen egy egység, és hát nem árt, hogyha mindenki megköszöni mindenkinek azt, amit itt tudott nyújtani. Persze, hát egyértelmű, hogy a szurkoló táborral nem volt semmi gond, és nagyon jól buzdították, és nagyon sokan eljöttek, és nagyon sokan szorítottak a csapatuknak, és hát az edzőtől is szép gesztus volt, hogy ezt megköszönte. És hát ezután a mérkőzés után nem is csoda, hogy vannak érzelmek és indulatok, bármint hogyha a rosztovi oldalon nem lenne, nem kavarta volna fel annyira talán a játékosokat, illetve az edzőt az, ami történt. És erről már beszélgettünk tegnap, hogy azért nem megy az egyik pillanatról a másikra egy csapatból BL győztes csapatot csinálni. A Rostovnál eldöntötték, hogy szeretnének sikeresek lenni. El is kezdték ezt a munkát, de hát azért ez évek kérdése. Évek kérdése, igen, és hát tapasztalat, ugye, amiről beszélünk már nagyon régóta, hogy ide megérkezni. Négy legjobb csapatban lenni első alkalommal, azért ezt meg kell élni. Biztos vagyok benne, hogy jövőre is számolni kell majd a Rostov csapatával. Az Ambros Martin szép feladatot kapott. Lesz mit dolgozni. Lesz mit dolgozni, igen. Abban rutinos lesz, hogy kell felkészíteni erre a csapatot. A Final Four-re, igen, és hogy kell csapatot építeni, bár úgy gondolom, hogy itt a csapategységgel semmiféle probléma nem volt a rostovi oldalon, ezt is meg kell élni, ehhez is fel kell nőni egy ilyen feladathoz. A Bukarest nyerte tehát a bronzmérkőzést, és természetesen készültek interjúk a játékosokkal. A friss bronzérmes Izabella Guldén áll előttünk. Gratulálok a bronzéremhez, most már boldogabbnak látszik, mint tegnap. Happier than you were yesterday. Yes, of course. Hát persze, hogy így van. Yeah, of course. Természetes. Én azt gondolom, hogy fantasztikus, hogy azért végül is egy győzelemmel sikerült befejeznünk a tegnapi csalódást követően, de jó, jó ez így. Mi nem működött tegnap, és mi volt az, ami ma igen? What didn't work yesterday that worked today? I think we're playing a better tempo. Szerintem jobb ütemben tempóval játszottunk, és nagyon sokat többet futottunk, és volt néhány könnyű, szép gólunk. Elégedett végül is a mai nap végeredményével, és boldogabban megy haza, vagy tényleg azért győzni jöttek már, mint hogy az aranyérmet megnyerjük. Gold medal to win the final. Persze, hogy a győzelemért, a végső győzelemért jöttünk, de nagyon nehéz, nagyon kemény a Győr ellen játszani. Annyi sok, ez sok problémát jelentett nekünk. Egy kicsit tudja, olyan volt, mint az egész szezonunk, de azért mégis azt mondom, hogy az aranyéremben reménykedtünk. Van egy rövid tippje a döntőre vonatkozólag? Who will win? No, I have no idea. I hope Nincs. It will be a really tough Nem game. Tudom. Remélem, hogy egy kemény meccset fogunk látni. Team win. És győzzön a jobbik. Köszönöm szépen, és gratulálok a bronzéremhez. Anélkül, hogy találgatnánk, hogy ezek a játékosok milyen lelki állapotban jöttek a tegnapi nap után ide erre a mai mérkőzésre, mint a bronzmérkőzésre, a ti tapasztalatotokra lennék én kíváncsi, hogy akkor, amikor bronzért kell játszani, minden sportoló azt mondja, hogy tulajdonképpen az annyit jelent, hogy elveszítettük a lehetőséget, hogy döntőt játszhassunk, hogy aranyérmet nyerhessünk. Ehhez mindig sokkal, de sokkal több bátorság, kitartás és erő kell, hogy egy ilyen mérkőzést 110-120-130%-osan lehessen bejátszani. Igen, és nem mindegy, hogy egy világversenyről, vagy bármilyen versenysorozatról, egy utánpótlás tornáról beszélünk, teljesen mindegy, milyen szinten beszélünk róla. Győztesen távozni mindig jobb érzés, mint hogy játszol egy döntőt, ott biztos, hogy csalódott vagy, tehát ott nem tudsz mosolyogva lejönni a pályáról. Persze egy mérkőzés folyamatában is ugye más hozhat, hogy az ellenfél annyira jó, hogy nem tudsz, akkor értelemszerűen azt mondod, győzött a jobbik, és nagyszerű, hogy mi egy ezüstéremmel távozunk. De egy bronzérem mindenképpen szép búcsú lehet a játékosoknak. Bronzéremmel zárni a szezon győzelemmel, ez mindenképpen nagyon fontos. Biztos az idejék elmondták, hogy tegnap borzasztóan idegesek voltak, stresszesek voltak az orosz csapat játékosai, akikkel beszélgettek, mindenki ezt mondta. Az, amikor először szerepel valaki egy világversenyen, egy Final Four-ban, tehát egy ekkora eseményen, az olyankor mi játszódik le a fejekben? Úgy, hogy egyébként tapasztalt játékosokról is beszélünk.
igazából erre nem tudsz felkészülni, hogy mi vár itt rád. Tényleg ezt meg kell tapasztalni, azt hiszem, és akkor szembesülsz vele, amikor ide érkezel, és itt kell aztán jó teljesítmény nyújtani. Amikor még nem voltál ebben a szituációban, mi sem nagyon tudjuk, az biztos, hogy nagyon komoly koncentrációt és nagyon komoly felkészülést jelent az, hogy itt aztán jól tudjál teljesíteni, de mint a Gyatilláék is elmondták, az edző úgy érezte, hogy maximálisan felkészítette a csapatot, semmi jelen nem mutatkozott arra, hogy ők aztán majd így fognak reagálni, amikor ide érkeznek az elődöntőben, és itt majd nem tudnak jót teljesíteni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes szituáció, gondolom az edző számára is, amikor azt látja a játékosain, hogy már a bemelegítésnél előbb befejezik, előbb megérkeznek, nem abban a ritmusban vannak, ahogy elvárja tőlük, és akkor neki is ott hirtelen kell ezt lereagálni, és mivel tudja oldani. Mi egy kicsit azt gondoltuk, hogy talán őket nem nyomja a tét, mert az igazán nagy céljukat az, hogy itt legyenek a Final Four-ban végre elérték, de úgy tűnik, hogy azt a lépcsőfokot még nem tudják meglépni, vagy nem tudták meglépni, hogy milyen az jól teljesíteni. Én biztos vagyok benne, hogy ebből is tanultak, és már van tapasztalatuk, és a jövőben ezt jól tudják majd hasznosítani, és mint ahogy beszéltük, lesz egy rutinos edzőik ebben majd. A bronzérem megnyerése után Krisztina Neagu szólt már néhány szót az itt a helyszínen lévő román szurkolókhoz, akik nagyon-nagyon megünnepelték őt, talán most mi is megismerhetjük a gondolatait. Sok mosolygós arcot lehetett látni a bronzmeccs után a román csapatban. Krisztián Neagu viszont azt látom, hogy ő az aranyért jött ide, nem elégedett. Jól látom? Smile after a winning man. Of course, természetes. I'm really disappointed. Én csalódott vagyok. Mert don't think that nem gondolom azt, hogy a bronzmedál annyira fontos lenne, mert ugye itt nem a válogatottról van szó. Ott mondjuk a válogatott a bronzérmesnek lenni, az fontos. Mi itt a döntőért jöttünk, és a végén elvinni a győzelmet. Végsősorban persze, hogy örülök a csapat miatt, meg a szurkolók miatt, akik ma csatlakoztak hozzánk, vagy itt vannak velünk, hogy nyertünk egy érmet, de azért legvégsősorban csalódott vagyok, hogy nem jutottunk döntőbe. Kicsi gyógyír lehet, hogy úgy néz ki, hogy a gól királynői cím megvan. Oh, this is not quite important for me. Ez szerintem nekem ez annyira nem fontos. I did my best. Én mindent kihoztam magamból, ez volt a legtöbb, amit lehetett ezen a hétvégén, és nagy valószínűséggel ez megint az egész szezonba belerakott munkának az eredménye, hogy azt gondolom, hogy feladtam volna mindent azért, hogy ma döntőbe játszhassak. Azt viszont jó volt látni, hogy a szurkolók kitartottak a csapat mellett, mintha döntőt játszott volna, úgy szurkoltak. Igen, fantasztikus volt. Nagyon sokan voltak már egyébként a hétközben is, és a hétvégén. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ennyien eljöttek, és biztos vagyok abban, hogy jövünk ide vissza Budapestre, jövő szezonban még többen lesznek itt. Köszönöm szépen, és gratulálok a bronzéremhez. A világ egyik legjobb, hanem a legjobb játékosát hallhattuk most, és azon gondolkodtam, amikor azt mondta, hogy nem fontos most a gól királynői cím, mert a győzelemért jöttek, hogy amikor valakit minden tehetséggel megáldott az élet, és amikor minden úgy tűnik, hogy összejön, amikor azt mondják, hogy te vagy a világ legjobb játékosa, akkor már nem foglalkozol azzal, hogy gól királynő legyen, mert győzni akarsz. Ha nem így van, és valaki egy kicsit talán kevésbé tehetséges, és mégis feljut a csúcsra, sokkal, de sokkal jobban tud értékelni dolgokat. Ez jutott eszembe, miközben Krisztina Neagu beszélt. Hát én talán nem voltam olyan tehetséges, mint ő, de nekem is van egy Boyer Gold királynői címem, és én is elvesztettem egy BL döntőt, és mindenemet odaadnám érte. Folyamatosan mondják, hogy hát mi az a labda? Ja, mondom, az csak a BL Gold királynői címem, de igazából úgy, hogy nem nyered meg a trófeát, semmit nem ér, azt gondolom, és nem azzal foglalkozom, hanem hogy tényleg azzal, hogy a csapatoddal felérél a csúcsra, és ott ünnepelhess, és ott legyen rá lehetőséged. Ugyanakkor, amit viszont ezek a játékosok már nagy tapasztalattal csinálnak, és engem például mindig csodálattal tölt el, hogy ahogy vége van egy-egy ilyen versenynek, van egy kis csalódás, és utána villám gyorsan tovább tudnak lépni, azt mondják, hogy ez meg volt, menjünk a következő felé, és nem igazán foglalkoznak már azzal, hogy kudarc volt, hanem a következő feladatra koncentrálnak, nem agyalnak túlságosan sokáig. Igen, hiszen azért egy vereségből is, vagy egy kudarcból, egy sikertelen sorozatból is azért bőven-bőven lehet tanulni, de felesleges ugye a múlton rágódni, hiszen azt már nem lehet újra csinálni, az megtörtént, ott pontot kell tenni a dolog végére, és ezeket a tapasztalatokat a következő évre, vagy a következő
következő versenyre át kell vinni, ki kell javítani, tapasztalni kell egy játékosnak, edzőnek, csapatnak, és mindezt felhasználni a következő évben. Biztos vagyok benne, hogy Neagu is a Bukarest olyan elánnal fog készülni, már lehetséges a következő szezonra, hogy mindenképp itt legyenek, és elhódítsák a BL trófeát. Itt tartunk, ugye most azért változnak majd a dolgok a következő szezonra azzal, hogy a Vardar szétesett, mert hogy a főszponzor bejelentette, hogy nem tudja ezt tovább folytatni, és a legjobb játékosokat célnek eresztették. A Bukarest évnél volt, nagyon gyorsan lecsapott jó néhány játékosra. Elképesztő módon megerősítik a keretet, ami a játékosokat illeti. Ti mit gondoltok, hogyha most arról beszéltünk, hogy azért világsztárokat összehangolni, az egy roppant nehéz edzői feladat, akkor azzal, hogy ez a folyamat csak tovább folytatódik, csak erősödik, mi lehet majd ebből a Bukarestből jövőre? Hát nagy kérdés, hogy ki lesz az edző, és ki meri ezt bevállalni edzőként, mert azt tudjuk, hogy elég komoly feladat megtartani a pozíciódat, az edzői pozícióját Bukarestben. És nem minden edző vágya az, hogy dolgozik mondjuk 3/4 évig egy csapattal, vagy 3/4 szezonig egy csapattal, és utána egy pillanat alatt kiveszik alóla a kispadot. Nem tudom, hogy ki fogja ezt elvállalni, és kinek lesz bátorsága, mert hogy egy csapatot és egy közösséget összegyúrni, még úgy is, hogyha a világ legjobb játékosai, az egy nagyon nagy kihívás az edzőnek, és egy sok idő. Tehát azt látjuk, hogy azok a csapatok, akik csapatként tudnak itt szerepelni, nem egy év alatt állnak össze, és tudnak ide felérni a csúcsra, hanem kell egy kis idő, egy másfél év legalább, mire jó munka folyik, és látjuk a Rosszokon is, hogy ők is már másfél éve ezzel az edzővel dolgoznak, megadták neki a bizalmat, és lehet azt mondani, hogy eredményes lett, mert hogy bajnokok lettek, és az edző döntése, hogy nem akarta tovább folytatni. A Bukarestnél nem az edző döntése, hogy meddig ül a kispadon, hanem a vezetőség érzi és dönti el, hogy mit és hogy kell, és mikor mondják azt, hogy viszontlátásra. Itt a másik változás, amire tulajdonképpen már most utalást tettél, mert a Rosszov edzője Ámbros Mártin lesz, míg ugye nyilván a Győr kispadján ez azt jelenti, hogy változás fog történni, Danyi Gábor fogja továbbvinni a csapatot. Ez itt a Nemzetközi Kupában az utolsó lehetőség arra, hogy együtt dolgozzanak, és ha már azt mondtad, hogy több éves munka, tegnap arról beszéltetek, hogy egy nagyon komoly rendszer épült ki, és működik most már jó ideje Ámbros Mártin irányításával. Nem véletlen, hogy ezek a játékosok bármilyen helyzetben tudják már azt, hogy mit vár az edző, egy szempillantásból tudják, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Ámbros Mártinnak nem láttuk olyan meglepetnek az arckifejezését egyetlen egyszer sem, mint például Per Johanssonnak ezen az elmúlt mérkőzésen. Igen, nem hiszem, hogy bárki próbálkozott volna valami egyéni akcióval, azt ne sikerült volna. Szerintem ez a különbség a Győr és a Bukarest között. Ugye láthattunk pörgetett lövést, ejtést, minden azért Győrbe sikerülni fogott. Jó, ez egy picit elvicceltük, de a Győrben is ugye lesz edzőváltás ugye jövőre. Úgy gondolom, hogy Danyi Gábor nagyon-nagyon sok mindent tanult, tapasztalt, szakmailag egy nagyon jó felkészült edzőről beszélünk. Aki egyértelműen nem nyúlhat bele teljesen ebbe a győri játékba. Az új játékosokat meg kell építeni, jönnek vissza majd a sérültek, azokkal foglalkozni kell. Úgy gondolom, hogy a Gábor az egyéniségét bele fogja tenni a játékba, de ezt az egységet biztos vagyok benne, hogy tovább fogja vinni, hiszen úgy gondolom, hogy a nagyszerű játékosok mellett ez vitte előre mindig is az Eto játékát, az, hogy szenzációs egységet, csapatot tudtak alkotni. Az a két csapat van a döntőben, amelyekről elmondhatjuk, hogy a legnagyobb tapasztalattal rendelkeznek, ami a Final Four illeti. Szerencsére azért a Skopjének abban nincs tapasztalata, hogy lehet a csúcsra jutni, miközben a Győrnek pedig már néhányszor ez sikerült. Tehát ebben azért nagyon lehet bízni a mai napon, hogy olyan éles szituációkban, amikor mondjuk ez dönthet, akkor azok a játékosok, akik a győri csapatot alkotják, tudják, hogy mit kell tenni. Hát igen, de visszatérünk, vagy visszanézzük az egy évvel ezelőtti döntőt, ugye, ami ugyanez volt, akkor látjuk, hogy mennyire éles mérkőzést játszott a két csapat egymás ellen, és a hosszabbítás döntött. Tehát tényleg az döntött igazából, hogy ki bírja tovább, és kinek van még meg az a kicsi plusz, amit hozzá tud tenni. Úgyhogy nagyon éles találkozó volt. Én ettől a maitól ezt várom, mert hogy ez a Vardar, és tudjuk, hogy így utoljára ebben a felállásban így vannak együtt, most jutottak el a csúcsra, ott vannak ismét a döntőben, és nagyon égnek a vágytól, hogy végre föltegyék az íre a pontot, és ez nagyon komoly plusz motivációt jelenthet. Hihetetlen az, ami körülöttünk van, elképesztő hangulat, és ez az kellett, hogy a győri lányok kijöttek ide.
melegítenek most már a pályán, ekközben Szél Tamás pedig dolgozik a riporterállásban. Megállás nélkül köszönöm szépen, Bőzsi. Barta Csaba áll itt mellettem, a Győriek vezetője. Tudunk-e valami friss információt a csapatról? Találkoztál velük, láttál-e rajtuk valamit, hogyan készülnek a döntőre? Köszönjük szépen a kérdést. Ilyenkor már friss dolog, hogyha van, akkor az már nagyon rossz. Mindenki rendelkezésre áll, hál' Istennek ugyanaz a keret van, mint tegnap. Persze kisebb-nagyobb problémák voltak tegnap, ugye láttuk a pályán, a Bódi Bernénél, az Amorinnál, de ilyenkor félre kell tenni mindent. A fizioterapeuták, az egészségügyi stáb, a masszőrök le a kalappal, rengeteget dolgoztak az elmúlt 24 órában, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy készen vagyunk a harcra. Óriási meccs lesz, köszönjük szépen a szurkolóknak, hogy ennyien eljöttek, és köszönjük a Sport TV-nek is, hogy ilyen nagyszerű egész évet tudunk magunkat. Közben Petur Andrisék Görbic Anitának éneklik a boldog szülinapot. Ti készültetek-e valamivel Anita számára? Hát remélem készült ő az ellenfélnek. A viccet félretéve persze ilyenkor meg fogjuk ünnepelni a születésnapját minden játékosnak, de most azt gondolom, hogy a legszebb ajándék az lenne, amit nem akarok elkiabálni, és remélem nagyon halkan mondom, de mindenki erre számít, hogy ő, mint csapatkapitány, ma megkapja azt, amit tavaly is megkapott. Ne kiabáljuk el, bízunk benne. Gondolom a lányok pihentek, próbáltak pihenni, a szakmai stáb viszont egész éjjel dolgozott. Igen, délelőtt találkoztam az Ambrosékkal, volt még egy kis regeneráló nyújtás, kis átmozgató jellegű edzés. A videóelemzőnk, a Tamás, a Lavati Tamás, a Gábor, Ambros nem voltak kipihentek, szerintem egész este dolgoztak, ahogy ilyenkor szokás, ahogy ilyenkor kell, hiszen nagyon kevés idő volt ugye a Várdára fölkészülni, de természetesen, amit elmondtunk a héten a harmadik félidő extrába folyamatosan, hogy ez nem egy 24 órás munka, itt az egész szezon az, ami dominál, az elvégzett munka, és nagyon sok anyagunk van a Várdáról, rengeteget foglalkoztak vele az elmúlt időszakban a kollégák, úgyhogy ahogy tegnap fölkészítette a stáb a csapatot, és gyakorlatilag mindenki azt mondta, hogy egész héten tudták azt, hogy mire számítsanak. Én biztos vagyok benne, hogy nem ezen fog múlni. Azon fog múlni, hogy hogyan tudunk teljesíteni, hogyan tudjuk megoldani azt a feladatot, amit most sikerült végrehajtanunk, hogy itt vagyunk a döntőben. Köszönöm szépen, Csaba! Sok sikert kívánok a csapatnak! Kedves nézők, remélem, hogy a szakmai stáb által végzett egész éves munka, és természetesen a csapatot is ide gondolom, kifizetődik ma. Egyébként pedig ki tudna aludni egy olyan mérkőzés után, amelyet tegnap láthattunk mi itt a stúdióban, mert beszéltünk arról kicsit korábban, hogy sokat mi sem aludtunk az éjszaka, mert azért az a hangulat, ami itt van a csarnokban, az roppant módon fel tudja dobni az embert, ezzel foglalkoztunk mi is egész este, meg persze vártuk ezt a mai mérkőzést. Remélem, hogy önök is érzékelik otthon a hangulatot, hiszen a szurkolótábor fele még kint van a büfében, a másik fele pedig már most olyan hangulatot csinál, ami gondolom hatással van Ambros Mártérra is. Hát meg tudjuk hamarosan, hiszen itt áll mellettem, és természetesen Szabó Tamás is itt van. Hát Ambros, azt hallottam, hogy nem sokat aludtatok az éjszaka, de hát ez nem meglepő egy olyan elődöntő után, mint ami tegnap lezajlott. I love you so yesterday. Yes, yeah. I need some help, but I am okay. Igen, valóban, hát kicsit váratok vagyunk, én is váratok, de minden rendben van. Mi a helyzet a csapattal? Láttuk, hogy tegnap egy kicsit túlégették magukat, ha úgy lehet fogalmazni, sikerült-e mindenkit rendbe tenni? Not of teams and they give a maximum out. Could we recreate them so in the best shape? Today, let's say, it's our second half. Today, yesterday was the first half. Was good. We could rest during the night, but of course we have to play the second half. And the idea is to play more or less the same. Just the opponent is different, and probably the tiredness is also much more in our side. But in this moment, with the help of our fans, and also if we are able to make a good job in defense, then everything can help. Ambros úgy fogalmazott, hogy mondjuk úgy, hogy a második félidő következik el ezen a hétvégén. Le kell játszanunk ezt a második félidőt. Valóban egy nagyon komoly mérkőzésen vagyunk túl, úgyhogy a fáradtság faktor is, ha úgy mond, vagy ez a harcos faktor is inkább a mi oldalunkon van sajnos ez esetben.
azonban a terv ugyanaz, amint tegnap, egy hasonló mérkőzést lejátszani. Ugyanarra készülünk nagyjából azzal a fantasztikus támogatással, amit a szurkolók adtak, reméljük, hogy sikerül is végrehajtani. Mi volt a tegnapi mérkőzésnek a legfőbb tapasztalata, annak alapján lesz-e valami változás ma? So yesterday there will be some changes like yesterday? No. The same. The same that we spoke and we worked during the last week to yesterday match. We try to do it the same. We know how difficult it will be after yesterday match, but the idea is similar. Just small details to take care, because more or less they play somehow the same and they have top player in all position. But yes, I think we need to stress them in with our defense. If possible, if we have legs enough, we need to do more or less the same job, because they are fantastic when they play offense. Ugyanazt szeretnénk teljes mértékben, semmi nem akarunk változtatni. Nagyon apróságok vannak, amire oda kellene figyelni majd ezen a mérkőzésen. A cél ugyanaz, hogy nyomás alá helyezzük a védekezésben az ellenfelet. Mamros azt mondta, meg kell nézzünk, hogy lábbal mennyire bírjuk ezt a tegnapi mérkőzés után, de összességében semmi komoly dolgon nem akarunk változtatni. Erre készültünk, tudjuk, hogy nagyon jó jegyénekből áll a Várdár csapata, az ellenfél. Tudjuk azt, hogy mire képesek, viszont mi is tudjuk, hogy mit tudunk, úgyhogy ezt próbáljuk megcsinálni. Remélem, hogy sikerül is Szabó Tamásnak és Ambrus Martinnak. Nagyon szépen köszönöm. Bözsi, hát hallottátok, hogy mik a tervek. Remélem, hogy veletek együtt azt fogjuk látni, hogy ezek meg is valósulnak. És olyan jó, hogy láthatjuk azt is, hogy a győri lányok arca mit mutat, mert azon gondolkodtam, hogy azért idejönni ebbe a hangulatba mindenkinek jelent valamit, mindenkire hatással van. Elkezdődik a melegítés, elkezdődik a rutin, elkezdesz ezzel egy kicsit foglalkozni, és végre kiesel abból az izgalomból, ami ilyenkor az emberen rajta van, mert hogy arra figyelsz, hogy bemelegítsél. Igazi pihenés ez ilyenkor a mérkőzés előtt. Igen, hát... Pihenésnek nem mondhatod azt, hanem a nehezebb feladat az tegnap volt, mert be kell jutni a döntőbe. Amikor már itt vagy a döntőbe, akkor már az egyik kő úgymond leesett a szívedről, hogy a nehezebb munkát azt megcsináltad, és itt már látjuk a játékosokon is, hogy mosolyognak, és igazából a fáradtság az, amivel meg kell gyűrközni, amit ilyenkor még nem érzel, hanem majd mondjuk a mérkőzésnek a 40-45. Percébe fog jönni, amikor kell tudni mozgósítani azokat az energiákat, amivel még kibírod a 60 percet. Nyilván ez a játékképétől is fog adódni, meg attól is például, hogy a rotáció mennyire fog sikerülni, ami ugye tegnap nem sikerült, hogy Ambrus Martin mennyire fogja tudni forgatni a csapatot, mennyire tud a játékosoknak akár adott esetben egy-egy támadás erejéig pihenőt adni, vagy egy védekezés erejéig. Tehát ez ilyenkor nagyon összetett. Én biztos vagyok benne, hogy Ambrus Martin nagyon fogja figyelni a csapatát. Én nagyon bízom benne, hogy azt a munkát, amit tegnap mutattak, és azt a védekezést, amit tegnap az első pillanattól kezdve láttunk tőlük, azt meg tudják ismételni. Az egy nagyon nagy dolog lenne, hogyha ugyanazt a képét tudnám mutatni a Győr, mert az azt jelenti, hogy tényleg ők a világ legjobb csapata, ami így is nagyon ott van, hogy ők a világ legjobb csapata, de ha meg tudják ismételni, az egy nagyon komoly munka, és egy nagyon komoly elvégzett egész éves munkának a gyümölcse lenne. Az, hogy fogja tudni majd forgatni a csapatát Ambrus Martin, azért az nagyban függ a Várdár Szkopjétől is, hiszen tegnap sem erre készültek, arra készültek, hogy egy kicsit talán ez majd flottabbul fog menni, ugyanakkor viszont a Bukarest olyan játékerőt mutatott a tegnapi napon, hogy nem volt erre annyi lehetőség, mint szerették volna. Tehát az, hogy ma hogy fog játszani a Várdár, hogy kezdi a mérkőzést, mit kell ellenük majd az első 15 percben nyújtani, az valószínűleg azért ezt meg fogja határozni. Igen, nagyon fontos lesz az első 10-15 perc, ha ugyanúgy működik a védekezés, mint tegnap, ugyanígy elbizonytalanítanák ezeket a nagy lövőket, ugye a belső poszt is borzasztó elős, balszéltől jobb szélig kapuig, nagyon erős ez a Szkopje, de úgy gondolom, hogy a Győr tud egy olyan védekezést nyújtani, amit tegnap, akkor nem hiszem, hogy itt bármiféle probléma lenne. Ugye kevés a rotációs lehetőség, ugye a széleket végigjátszották, ugye a Bódi Berdi pihent egy pár percet tegnap, ő is nagyon fáradt biztos, az egész társaság. Nem gondolnám azt, hogy bármelyik fiatalnak majd szerepe lenne. A belső pozíciókban a játékosok tudják, mi a feladatuk. Készen állnak arra a csatára, hogy ezt a 60 percet itt halálosan fáradtan is végig kell nyomni. Hamarosan természetesen kezdődik majd a mérkőzés is. Most előtte még egy kis reklám, egy kis bemelegítés, meg egy-két dolog, és aztán jövünk a mérkőzéssel is.
sikerekben gazdag délután kívánok minden kedves nézőnknek, hiszen hamarosan kezdődik majd a döntő a budapesti Final Four-ban, amelyet a Győr fog játszani a Várdár Szkopje együttesével, Pignicki Krisztinával és Tóth Tímeával. Nézzük majd végig és izguljuk majd végig ezt a mérkőzést, hiszen azt hiszem izgalomra lesz bőven ok, nagyon jó játékot várunk a Várdártól, ennél még sokkal jobb játékot várunk a Győrtől, és akkor a végén majd együtt örülhetünk. De az, hogy miben tud nagyot alkotni majd a Várdár, arra megkérlek benneteket, hogy milyen variációk lehetnek, mondjátok el. Hát igazából kulcsfontosságú lesz azt gondolom Penezisnek a semlegesítése azért, hogy átlövésekből ne kapjon olyan sok gólt a Győr, és ne az legyen, hogy az első pillanattól kezdve elkezdenek lőni, és jó százalékkal lőnek, mint ahogy tegnap is. Nagyon fontos lesz a védekezés és a kapus teljesítmény, de azt tudjuk, hogy ott van Lekicsi, hogy imádja ezeket a találkozókat, és ég a vágytól, hogy végre fölérjen adott esetben a Várdárral is a legmagasabbra, és megnyernék ezt a Final Four-t. Nagyon sok jó rutinos játékosa van, akik már megéltek ilyen csatát, és azt gondolom, hogy jól tudnak ehhez alkalmazkodni. Úgyhogy én azt várom tényleg, hogy a Győr jól tudjon játszani, ne adjon esélyt sem a Várdárnak, és érjük el azt is, hogy elveszik a kedvüket úgy, ahogy tegnap a Bukarestnek. Nem lesz könnyű ellenük védekezni, ott van még Draganac Vijic is, akiről a mai napon nem beszéltünk, de tegnap beszéltünk már arról, hogy azért ővel szemben nagyon óvatosnak és nagyon agresszívnek kell lenni. Igen, nem egyértelmű, azért nem olyan könnyű, hogy ugye mondjuk, hogy ne engedjük lőni őket. Igen, kilépünk, nem engedjük lőni a lövőket, de ott van hátul Draganac Vijic. Tehát ő azért nagyon komoly nemzetközi szintet képvisel, beálló, bármennyire ugye nem szeretjük, de azért úgy gondolom, hogy a maga posztján azért klasszis. És igen, belső poszton borzasztó erős ez a Várdár. Azonban szerintem bátran kijelenthetjük, hogy szinte egy soros. Tehát egy-egy játékos érkezhet be, akik szerint nem biztos, hogy ugyanaz a szint, mint Penezis, Lekics, Lakraber és ugye Cvics. Jönnek be nagyszerű játékosok, de itt azért a belső posztomon nagyon-nagyon kell figyelni, el kell venni a lövőkedvüket, ütközni bátran, és ugye mögötte a Cvicset takarni, azért ez egy komoly két emberes feladat. Akkor azt mondjátok, hogy az, amiről az egész szezonban beszéltünk, hogy a rengeteg sérülés miatt a Győr kispadja lerövidült, az éppen a Várdár ellen nem lesz majd akkora hátrány, mert hogy a Várdárnak sincs olyan borzasztó hosszú kispadja? Én ezzel nem igazán értek egyet, szerintem a bal átlövő poszt, ahol nem tudnak cserélni. Azért jobb átlövőben Lazovic is tud, Lakraber is tud játszani, tehát ott lehet forgatni a csapatot, és azért irányítában is vannak, beállóban is lehet adott esetben Cvics helyére behozni ember a szélekkel, és talán a barátlövő poszt az, ahova nincs ugyanolyan kaliberű játékos a Várdárnak, és az kulcsfontosságú lesz tényleg, hogy Penezisnek mint támadásban, mint védekezésben folyamatosan kelljen 60 percen keresztül jól teljesíteni, mert akkor talán ő is felörlődhet. És ami még kulcsfontosságú, Lenónak a áttörése a lövésekre, mert a védekezésről sokat beszélünk, de nagyon fontos lesz az, hogy Leno az első pillanattól kezdve ne érezze meg a győri átlövőket, vagy a győri játékosokat, hanem sikerüljön bevenni a hálóját, mert akkor ő is elbizonytalanodhat, és azért tegnap nagyon nagy erőssége volt a Várdárnak. Az imént azt mondtad, Kriszta, hogy nem annyira szeretjük Cvicset, és ez azért egy érdekes dolog, mert az ember azért, amikor ezeket a mérkőzéseket nézi a szezonban, próbál kötődni, mert akkor azért mindegyik mérkőzés sokkal izgalmasabb. Akkor is, hogyha mondjuk magyar játékos vagy magyar csapat nincs a pályán. És például Cvicsről az EHF magazinjában szoktunk sok anyagot látni, hallani. Minden csapattársa, menedzsere, ismerőse azt mondja róla, hogy amilyen harcos és ellenszenves a pályán, olyan tündéri, kedves a pályán kívül, rengeteget adakozik, nagyon mosolygós, vicces, és roppant kedves mindenkivel. Azért így más lesz, tehát más őt nézni egy meccsen. Ebben szinte biztos lettem volna, hogyha nem mondod. Azért ez nagyon sokszor előfordul így, hogy a pályán egy teljesen más arcát, hiszen ugye ez egy harc, egy csata, egy játék, főleg legmagasabb szinten, és biztos voltam benne, hogy azért ő az életben egy biztos egy tök jó fej, csaj,
biztos nagyon vicces, a társaság középpontja, szeretik a barátai, a családja, a csapattársai, hiszen harcol értük, küzd értük. Ugye az ellenfél szurkolóinak kiszimpatikus a saját csapata, játékosain kívül senki más, és főleg megérkezik egy ilyen nagyon nagy harcos játékos, aki azt látod, hogy állandóan belekiabál a fejedbe, amennyiben eredményes a saját imádott csapatod ellen. Nem hiszem, hogy mutatsz egy olyan, hát azért én bírom ezt a Cvicset, mert éppen marhára megvert minket, de nem hiszem, hogy találkozunk, de egyszer majd hát, ha összefutunk valami buliba, és akkor megismerkedünk vele. Én azt kívánom neki, hogy azt a teljesítmény újtsa, ami tegnap, mert egy gólt okozott, és nagyon szépen le tudták védekezni, úgyhogy azzal a teljesítményén belén ma megelégednék. Akkor én módosítok egy kicsit, Cvicset nem szeretjük a pályán, most pedig reklám következik. És most itt van, itt harcol a győriek sikeréért, elképesztő személyiség a pályán. Igen, ő az a másik személyiség szerintem, akit lehet, hogy az ellenfélként nem nagyon szeretnek a szurkolók, azonban szintén csak pozitív jelzőket zeng róla mindenki. Igen, ő azért jött Győrbe, mert úgy gondolta, hogy utolsó lehetőség még a karrierjében, nagyszerű csapat, miért ne próbálná meg magát, és bízom benne, hogy azért ma is sírósan távozik, de ma az öröm könnyeit fogjuk látni az arcán. Egy súlyos sérülés után újra itt. Igen, és hát igazából a tavalyi döntő volt élet a legjobb meccse, szerintem lehet ezt mondani, mert hogy 6 gólt lőtt a Győrnek. Bízunk benne, hogy most 6 gólt fog lőni a Várdárnak, és olyan ihletett formában kell játszani. Azt azért meg kell róla említeni, hogy ő már befejezte a pályafutását, viszont jött egy győri meghívás, vagy a győri felhívták, hogy ugye lenne kedved a Győrbe játszani, és nincs az a játékos szerintem, aki erre nem izzítaná be ismét a cipőt, vagy ha kidobta már benne új cipőt, mert a világ legjobb csapatában játszani ez egy fantasztikus élmény. Sajnos nem volt szerencséje a sérülése miatt, ugye egy elég viszontagságos évben mögötte, de hát én nagyon bízom benne, hogy visszavonulhat egy aranyéremmel és Győrből most már. Legyen így, most már a szó Méhes Gáboréké, hamarosan jön majd a döntő. Wear the outfit of the champions. Check it out and get it now at salminghandball.com. Nagy tisztelettel köszöntjük a Sporttelevízió nézőit. Hetedszer a Bajnokok Ligája döntőjében a Győri Audietto KC együttese, az ellenfél pedig ugyanúgy, mint egy esztendővel ezelőtt a Vardar Skopje csapata lesz. És tegnap az elődöntő után én feltettem azt a költői kérdést, hogy nem tudom, hogy ki babonás és ki nem, de ugye tavaly az elődöntőben ugyanúgy 26-20-ra nyert a Budućnost ellen a Győr, mint ahogyan tegnap a Bukarest ellen, ugyanaz az ellenfél is. Nyilván azt szeretnénk, hogy az eredmény is ugyanaz legyen a döntőt követően, mint ami volt egy évvel ezelőtt, de mégis, ha röviden össze lehet Attila foglalni, akkor mi lehet a legnagyobb különbség a mai mérkőzés és a tavalyi finálé között? Én szerintem mindenképpen az lehet a legnagyobb különbség, hogy az a tavalyi finálé az, ahogy megtörtént, és ahogy annak a drámája lezajlott, az mind a két félben biztos, hogy nagyon mélyen benne maradt. Nyilván a győriekben a pozitív része, hogy egy viszonylag reménytelennek tűnő szituációval a végén hogy sikerült azt a mérkőzést mégiscsak megmenteni. A Vardar Skopje számára pedig biztos, hogy ez úgy marad meg az emlékekben, mint a nagy lehetőség, ami nem jött össze, és nyilván az ő szempontukból még benne van az is, hogy hát esetleg ott nem minden úgy zajlott, ahogy kellett volna. Ugye az utolsó akcióra gondolok, ami azért vitatható volt így játékvezetés szempontjából. Úgyhogy én azt szeretném, hogy megismétlődne a sors a tavalyi forgatókönyvvel, csak egy picit egyszerűbben. Tehát talán azt a rájátszást, vagy azt a hosszabbítást azt kihagyhatnánk, nem? És egy sima meccsen mondjuk egyen nyerne a Győr a rendes játékidőben. Ez szerintem mindenkinek jót tenne a szív állapotát tekintve.
Ami biztos, hogy a következő 10 percben még nagyon nem kell izgulnunk, átadhatjuk magunkat a döntőt felvezető show műsor szépségének és örömének.
John Newman után szép lassan jönnek majd a kézilabdás világsztárok a pályára. Tavaly 31-30-ra nyert, tehát hosszabbítás után a győri Audietto a Vardar Skopje ellen a fináléban úgy, hogy akkor a rendes játékidő végén, ugye volt egy fél perc a Vardarnak, hogy megnyerje a mérkőzést, nem tudtak gólt lőni, jött a ráadás, és tulajdonképpen az egy olyan mérkőzés volt, ahol végig a győrnél volt a vezetés, mert 1-0-ra meg 3-2-re vezettek a skopjeiek összesen, soha többen az egész mérkőzésen. Mégis ott a legvégén a rendes játékidőben, ott azért igenis benne volt, hogy a legváratlanabb és a legrosszabb pillanatban ragadják magukhoz a kezdeményezést. Igen, azt hiszem azon a mérkőzésen reális esélye volt a Skopjének, hogyha őszinték akarunk lenni, hogy megnyerjék a BL serleget, de tényleg az a küzdés benne volt már a tavalyi csapatában is a Győrnek, ami idén nagyon jellemzi őket, hogy nem adják fel egy pillanatra se, és a mérkőzéseknek minden percében lehet érezni, hogy nyugodtság van, még akkor is, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnék. Azt hiszem, erre a legjobb példa az elődöntőnek az a része volt, amikor 16-16-nál három labdája is volt talán a Bukarestnek, hogy átvegye a vezetést, és akkor azért lehet, hogy másképp zajlott volna az a mérkőzés is, de akkor is nyugodtak tudtak maradni a győri lányok, és fel voltak készülve arra a pillanatra, hogy lesznek nehéz momentumok a mérkőzésbe, de tovább kell csinálni azt, amire készültek. A mai mérkőzésen is ezt várom tőlük, hogy biztos, hogy nem lesz könnyű, biztos, hogy lesznek olyan periódusok, mikor azt gondoljuk, hogy húha, itt azért nagyon nagy baj lesz, de elég, hogyha mi félünk, és ők pedig a pályán tudják, hogy azokat a pillanatokat hogy kezeljék, amikor az ellenfélnek az erős időszaka van, és én nagyon bízom benne, hogy olyan játékosokból van összeválogatva ez az Eto'o, akik egyszer győzelemre születtek, és hogy sokszor megmutatták, hogy kell nyerni, és ez a mai mérkőzésen is ki kell, hogy jöjjön. Az érzelmi faktor mennyit számíthat, akár ide, akár oda? Ambrose Martin az utolsó Bajnokok Ligája mérkőzését vívja győri vezetőedzőként, miközben a két francia játékvezető hölgyet, Charlotte és Julie Bonaventurát mutatják be itt a helyszínen. Ők vezették a 14-es BL döntőt, amikor a Győr legyőzte a Budućnost csapatát itt Budapesten, úgyhogy ezt is tekinthetjük, én azt hiszem, egy jó előjelnek. Szóval Ambrose Martin utolsó Bajnokok Ligája mérkőzése a Győr élén, miközben tudjuk, hogy a Vardar teljesen szétesik, minden játékos távozik a jelenlegi keretből, vannak olyanok kevesen, akik visszavonulnak, de mindenki megtalálta már azt, hogy hol folytatja a pályafutását. Ez hova dönthet? Szerintem ez a két tényező pont kijön, hogyha egymás az érzelmi oldalon. Nyilván mind a két ez motiváló erő, de ezzel szerintem egy szinten vannak, és innentől kezdve ezt el is lehet felejteni, hanem arra lehet koncentrálni, hogy ki tud jobban a másiknak a gyengére rájátszani, illetve ki tud jobban az erősségét a másik csapatnak megbénítani, hiszen sokat beszéltünk arról, hogy hát igen, a Győrnek nehéz a helyzete a sérülések miatt, és rövidebb a padja, mint szokott lenni, de azért, ha objektívek akarunk lenni, ennek a Vardar Skopjének nem hosszabb a padja, mint a Győrnek, számszerűen ugyanannyi, de hogyha megnézzük, hogy hány olyan játékosuk van, akit azonos szinten be tudnak vetni, akkor körülbelül annyi, mint a Győrnek. Tehát tegnapi mérkőzésen ők se nagyon tudtak cserélgetni, és olyan játékosokat meg különösen nem nagyon tudnak behozni a padról, aki mondjuk az első sornak a szintjén van, vagy a fölött adott esetben. Tehát szerintem a fáradtság, meg hogy kinek milyen hosszú a padja, ez ma nem fog dönteni. Az fog dönteni, hogy az a 3-4 játékos, aki a kulcsjátékos, gondolok itt a Vardar Skopjéba, a Penezicre, a Lekicre, az Amandillénóra, meg mondjuk a Cvijicre, a beálló pozícióban, őket hogy sikerül kizárni, illetve a másik oldalon a Mikegót, a Stine Oftedal, a Görbic, az Amorin, ezek a játékosok mennyire tudják magukból kihozni azt, ami a legjobb tudásuk, ezen fog eldőlni. Jönnek a győri lányok, egészen elképesztő hangorkámban. A Vardar mai meccs keretében összesen 4 olyan játékos van, aki nyert már Bajnokok Ligáját.
plusz azért a kispadon sem állnak rosszul, hiszen mind Givirová, mind pedig Roberto García Parondo nyert Bajnokok Ligáját játékos karrierje során. Ugyanezt meg tudjuk fordítani viszont a győri oldalra. Az Audi Eto mai meccs keretében csak 4 olyan játékos van, aki még nem nyert Bajnokok Ligáját. Úgyhogy talán azért a rutin szempontjából egy picit ilyeténképpen jobban állunk, de lehet, hogy ezt is el lehet felejteni természetesen. Szerintem ezt is el lehet felejteni, mert ezek a tényezők is tényleg kiegyenlítődnek a két oldalon. Úgyhogy továbbra is azt mondom, hogy azért az talán a mi oldalunkra billenti egy picit a mérleg nyelvét, hogy Ambras Martin személyében azért egy olyan edzője van a Győrnek, aki 6 éve irányítja ezt a csapatot, míg a másik oldalon azért különösen a García Parando nem ismerheti egyszerűen olyan mélységében a játékosait, illetve nem élt meg annyi szituációt a csapatával együtt, kritikusakat meg jókat, amiből tud meríteni, hogy na most akkor mit kell tennünk, hanem azért valamennyire improvizálnia kell ezen a mérkőzésen, ha olyan történik, amire nem számított, hogy akkor most akkor mi lesz. Visszatérve, Ambros Martin ugye 2012 nyarán vette át a győriek irányítását, és a 6 idény alatt 5-ször juttatta be a Bajnokok Ligája döntőjébe a győri együttest. Ehhez hozzátehetjük, hogy volt BL döntős az Ichaku mestereként is, 2011-ben azt a finálét elveszítette a Larvik ellenében, és ha már szó volt arról, hogy mind Irina Gyibirová, mind pedig Roberto García Parondo Bajnokok Ligája győztes játékosként, akkor ugyanezt Ambros Martin is elmondhatja magáról, a Pamplona kézilabdázójaként annak idején 2001-ben a Barcelona elleni finálé két mérkőzésén 4 gólt lőtt, 1-es, 3-as leosztásban, és aztán 2003-ban is BL döntős volt, de akkor a Montpellier felül kerekedett a Pamplonának. Hogy mondjunk azért valami jót a Várta Skopje oldalán is, azért García Parando jobb játékos volt egy picit Ambros Martinnál, hogyha ha igazán őszinték akarunk lenni, de hát ennyiben megáll szerintem a pozitívum a Várdár oldalán, a többi minden a Győr javára szól. Ime a Várdár Skopje kerete. Azok a játékosok, akik nyertek már Bajnokok Ligáját, természetesen Lekics és Radicevic éppen a Győr játékosaként 2013-ban, Kuznyecová a Zvezda Zvenyigoroddal, Raganacvic pedig a Budućnost csapatával volt 2-szer is Bajnokok Ligája győztes. Itt van Irina Gyibirová, játékosként 3 világbajnoki cím és 2 BL elsős lég a Slágia Szével, illetőleg a Zvezda Zvenyigorod csapatával, és ugye ő lehetne az első hölgy, aki játékosként és edzőként is elhódítja a BL trófeát. Ő viszont biztos jobb játékos volt, mint Anyi Gábor, úgyhogy ebben is megáll talán a Várdát adja, hogy Poltorockaja néven szerepelt, ugye a világ egyik legjobb játékosa volt az ő idejében, és ugye Dimir Gibirovnak a felesége, aki szintén nem akárki a világ kézilabdázásában, tehát egy igazi kézilabda família.
Ez a 16. alkalom, hogy magyar csapat BEK, illetőleg Bajnokok Ligája döntőben pályára lép. Eddig ötször ünnepelhettünk a döntők végén, 82-ben a Vasas, 99-ben a Dunaper, ezt követően pedig 3 ízben a Győr, 2013-ban, 14-ben és 17-ben, itt pedig a születésnapos Görbi Canita egy pillanatra, aki játszott már Bajnokok Ligája döntőt a születésnapján, mégpedig 2012-ben, akkor a Budocsutas 27-25-re legyőzte a Győr csapatát, és idegenben lőtt góljainak köszönhetően el is hódította a serleget. Reméljük, hogy ez most egy sikeresebb és szebb születésnapja lesz Görbi Canitának. Mindenesetre egy pikáns párharc vár rá azért itt Jovan Karadisevicsel a szélen, hiszen egykori csapattársaként biztos, hogy ez egy különleges csemege lesz, akik egymás ellen kell játszani. Igen, láthatod, hogy Radicevic tárkarokkal fogadta, elcsattannak az első, most még barátkozós pacsik, de hogy nem fog kesztyűs kézzel bánni egymással a két csapat, az egészen biztos. Grimsbő kezd a győri kapuban, Bódival, Hróttal, Oftedállal, Amorimmal, Brochal és Görbiccel a győriek, és kapunk egy szabad dobást. Mindenesetre egy meglepő húzást látunk már az ellenfél védelmében, ugye Klikovács tegnap egyáltalán nem lépett pályára, most viszont őt hogy teszik Amorimmal szemben, nem véletlenül, hiszen ő az egyik legkeményebb védője a Vártárnak. Amorim lövi az első gólt, 1-0 ide. Tegnap is így kezdődött. Hát ez az. Ráadásul egy hasonló lövőhelyzetben. Könnyörű lövés volt test mellett. Tegnap összesen 4-et lőtt Amorim. És ugye volt egy nagyon nehéz szakasz a mérkőzésen, éppen az, amikor ő egy görcs miatt ki kellett, hogy váljon a játékból. Lekics remek passz a Cvicsnek. Belefújnak már az akcióba. Cvics, akár csak Lekics és Radicevic majd a CSM Bukarest játékosa lesz a következő idénytől. Ez egy jó jel minden esetre, hogy egyből jelezte az egyik Bonaventura Cvicsnek, hogy ne nagyon dolgozzon a bal kezével, mert azt nem fogja szeretni. Hát biztos, hogy oda figyelnek a támadó hibákra a szerbeállós környékén, ahol azért mindig van mit fújdogálni. Nike Krót kapta a sárgát. Lázovics érkezik, aki szintén Bukarestbe megy majd. Ő támad Klikovács helyett. Megy a labda a szélre. Kuznyecova a kapufát találta el. És lehet futni. Krót. Beleugrott sajnos a védőkbe. Krót. Brock majdnem elcsípte, abban pedig már belesípolnak a francia játékvezetők. Leno tegnap fantasztikusan védett, összesen 18 védett lövése volt a francia kapusnak, ebből 11 az első félidőben és 7 a másodikban. Óriási szerepe volt abban, hogy a Várdár újra bejutott a döntőbe. Egyébként a Várdár minden évben itt volt a 4-es döntőben Budapesten, 3 bronzérem után tavaly másodikok lettek. Benezic! Siófokon folytatja majd a pályafutását, ugyanúgy, mint Mirová, a Várdár játékosok közül. A leggólerősebb Várdár játékos ebben az esztendőben is. Perezics egyelőre 89 gólja van a BL-ben. Ez egy rossz bejátszás volt, és a harmadik perc végén nincs még gólja a szkopjei alakulatnak. Amorim Cvicssel találkozik, Cvics földobta magát. Kiosztanak egy sárga lapot neki. Ja, jóval utaznak rá egy kicsit a bírók, ez mindig jó. Egyébként az előző védekezés az megnyugtató volt abból a szempontból, mert a győri védekezés a számomra, hogy a Várdár Skopnének a játékát az jellemzi támadásba, hogy kétszer próbálnak nagyon erősen rámenni a falra és gólt lőni. Ha azt a kettőt ki tudja védekezni az ellenfelük, utána általában már... Jó! Közben lőttek egy gólt. Brock kapta a bejátszást. Tehát utána általában már nem olyan hatékony a védekezés, illetve a támadó játékuk, akkor elvesztik azt a fajta dinamizmust, és csak gyűrközik a labdát. Gondolom erre készült a Győr is, hogy az első atakot és a másodikat kell jól kivédekezni, utána már jön a birkózás, abban meg jó a Győr. Brock gól után sárga, itt pedig a Dibirova García Parrondó páros. García Parrondó majd a Várdár férfi csapatát irányítja a következő szezontól. Benezics ugrik föl. 2 perces kiállítás. Mégpedig Amorimnak.
eltalálta az állát Perezicnek Amorim. Rendesen oda pakolt neki. Tehát ez az a fajta két perc, ami megéri. Erre a Perezic azért erre emlékezni fog. Már még jövőre is szerintem, mikor a Siófokba játszik. Lázovics, Lekics megtalálta a helyet, és kiharcolt egy 7 méterest. Hogy Fróttal ütközik Lekics. És közben a győri kispadról azt jelzik, hogy valaki belesípolt az előbb a Várdár akciójába. Lacraber jön a heteshez, és Kiséva a kapuban. Tegnap védett büntetőt Kiséva. Lacraber, 2-1. A Fleury játékosa lesz az új idénytől. Tavaly a két utolsó Várdár gólt ő szerezte. Keramicsieva örömét láttuk a kispadról. Hansen jön most a Morin helyett, amíg két percen van a brazil. És kapus nélkül támadunk. Hansen. Oftedal. Oftedal is ragyogóan játszott tegnap, 5 gólt lőtt, akárcsak Görvic. De nagyon-nagyon sok volt a jó egyéni teljesítmény a győri csapatban. Azért is fordulhatott elő, hogy végig a Győr vezetett a CSM Bukarest ellen, és akkor sem volt semmiféle pánik, amikor a románok 16-16-nál kiegyenlítettek. Hogy fért be az a labda? Oftedal! Hát ott egy labda volt szerintem, amivel fért, pont ez. Innen látjuk majd, hozzá is ért Lenó lábához. Halálfontos lövés volt. Lázovics. Lekics elindul ugyanabba az irányba. Szvics. Szabad dobás. A győri kispadot kell figyelmeztetni, hogy ne ugráljanak fel a játékosok, és ne gesztikuláljanak ennyire hevesen. Hozzáteszem, azért egy picit nekünk is segítenek, hogyha nem ugrálnak föl állandóan, mert akkor látjuk a pályát. Megbeszéltem Charlottal, hogy ezt szólítok. Szvics nem tudta belőni. És így aztán 11-2 másodperc múlva késegészülünk majd. Oda varázsolta a labdát, estében is Lekics Szvicsnek. Kimaradt a helyzet. És letelt az ember hátrány. Jól jöttünk ki ebből. Hansen. Fróth. Tavaly Fróth volt a 4-es döntő legértékesebb játékosa. Hansen. 4-1. Na, hát még csak 6 percet tart a meccs, de lehet, hogy Lenónak ma nem lesz olyan napja, mint tegnap volt. Egyelőre úgy tűnik. Igazság szerint Hansen volt a legjobban meglepődve, hogy ebből gól lett. Úgy jött visszafelé, hogy maga se hitte el, hogy úristen, gólt lőttem. Ő az egyik győri játékos a 4-ből, akinek még nincs BL elsősége. Reméljük, hogy már nem sokáig. Perezic. Rótot állította meg Lekics. Perezic 4 gólt szerzett a tavalyi Bajnokok Ligája döntőben. Akkor Lacraber 6-tal volt a legjobb a Várdárban, a mieinknél pedig Görbic 7-tel. És ne felejtsük el, hogy anya Althaus, aki tavaly elég sok borsot tört az orrunk alá, immáron nem a Várdár, hanem a Győr sikeréért dolgozik majd. Hansen ezt az iménti lövést igencsak elmérte. Perezic túljutott Brokon. Figyeljük, hogy ne legyen kiállítás. Igen, megúsztuk. Hátulról védekezett már Brok. Azt hittem, hogy legalább egy sárgát még kap, de az se jött ki a zsebéből. Kapott már sárgát, azt hiszem, úgyhogy ez 2 perc lett volna, hogyha megítélik. Lázovics. Lekics. Brokra ment rá 1-1, az pedig támadó szabálytalanság. Úgy van. Nem nagyon tud egyelőre a Várdár mit kezdeni a győri védelemmel. Szvics kapaszkodik bele Hansenbe, és Szvicsnek is volt már sárgája. Hansen minden esetre jó föl van pörögve. Arra az időre, amíg a pályán van, legalább tud pihenni Amorim, úgyhogy ez jó, nem is hozza most le egyelőre
Ambros Martin. Kroth. Ki a szélre, Bódi, Leno. Ez első védése? Igen. Most 8 percet kellett várniuk rá, nem baj. Láthattuk Szuszlinát is egy pillanatra. Ugye hírek szerint visszavonul majd a szezon végeztével. Ezen a hetesekre szállt be a Rostov ellen, és fogott is 2-t Szuszliná. Perezic befordult a Krótról. Lekic. Svíc próbál Lázovicsnak előkészíteni. Bepattant Vinsbőről. Lekic lőtt el talpról. 4-3. Krót és Lekic ütközött. Hihetetlen intenzitás van a védelemben, meg a támadásban is mind a két oldalon. Egyelőre a két utolsó gólt a szkopjaiek lőtték. Nem sokon múlott, hogy Grimsby ezt kirúgja. Oftedal. Visszajött Amorim. Befuttatjuk Görbicet a bal szélről. Oftedal egy az egyben maradt a Cvícsel. Leno második védése, remélem, hogy nem hamarkodtam el azt az iménti kijelentést. Lacravert, Perezic ugrik, mellé trafált. Jól van. A labda pedig már Kroth kezében a túloldalon. Bódi, Oftedal. Amorim hát mögötti passz, és elveszik támadó szabálytalanság miatt. Igen, jó ütemben lépett fel Radisevic. Láthatóan a Győr próbálja az első mérkőzéshez hasonlóan már az első percektől kezdve rátenni a pressziót az ellenfél védelmére. Gyorsan fölviszik a labdákat a pálya középső területét, hip-hopát játsszák, és a labda felvétel után megpróbálják gyorsan befejezni az akciókat. Radičević is, Lekic is 5 év után távozik majd a Várdártól, a most birkózó Cvíč viszont csak ezt az egy szezont töltötte a Skopje együttesben. Tavaly a Buducnosztól igazolt át a Várdárhoz. Ezért a Várdár keretének a gerince évek óta együtt játszik. És ez a gerinchez csatlakozott menet közben például Lacravert vagy Kuznyecová vagy Cvíč. Eladott labda, Kroth végig mehet. És ráviszi Lenóra, úgy van, 5-3, ez a gól, ez most nagyon-nagyon kellett. Azt mutatja a játékvezető, hogy ugye a partban volt, de a karja az szabadon volt. Ez félig volt csak szabadon, de mindegy, tovább engedték. És most Lázovics helyett Lacravert a jobb átlövő pozíció, helyet cserélt Cser. Perezic. Perezic méltatlankodik, és miközben megy a méltatlankodás, a Várdár újabb labdát veszít. Amorim, le a szélre, Görbic. Marad az 5-3. Talán a beállós kellett volna inkább megjátszani, bár ez is szép helyzet volt. Rajta volt egyébként Leno. Pedig, ki ne tudná, a Győr kapuvédője lesz majd a következő évattól. Lacravert, Radičević, ő se tudta belőni. Jól csinálta, Grimsby nem adott neki teret, ott maradt szépen a szögfelezőn, nem fért be mellett a labda. Egészen varázslatos a millió. Pontosan olyan, ahogyan az elmúlt években azt megszokhattuk. Kroth. Althaus. Prochka pihenőt tehát. Oftedal. Amorim. Nagyon nagy játék! Althaus is a kapufát találta el, ugyanúgy, mint Görbic az iménti győri akciónál. Lekic. Ez viszont ment van. 5-4. Cvíč takarított előtte, és így azt
aztán teljesen szabad volt, lekicsútja a győri kapu előteréig. Amorim. Gyönyörűen sáncolta Svíjics most Amorimot. Sajnos Lenó elkapta a fonalat az kezdeti bizonytalanság után. Az előbbi lövés is ugyan kapufára ment, abszolút rajta volt. Nem véletlenül lőtte kapufára Althaus. Rót az helyzet, bizony! Gyönyörűen vette észre volt, hogy Switch túlvédekezte, ott megnyílt a két hármas közötti terület, egyből belerőtt. Puhalák kezd melegíteni. Lekics újra, Lacrabernek hagyja ott, Radicevic, Lacraber. Akár már Lacraber is belőhette volna, Lekics viszont Grimsbő miatt nem tudta belőni. És ott a helyzet, Brock, Leno. Perezic végigviszi. Elébe találta sajnos Grimsbőt. Bocsánat, kérdés, nem futott az erejéből. Tehát a megbánásnak a jele sincs az arcán. Bódit cseréli le Ambrose Martin, és Puhalák érkezik, de nem a bal, hanem a jobb szélre. Tegnap ugye Mireia González próbálta ott ki Ambrose Martin, és volt két elrontott lövése Gonzáleznek, ebből mondjuk a másodiknál szabálytalankodtak vele szemben. Ez inkább ilyen preventív csere szerintem, hogy Bódi ne kerüljön a piros tartományba. Mirová is pályán, már belefújtak. Ugye mind a két csapat most kezdte meg a frissítéseket. Sovics is fel van a pályán beállóba. Grimsbő! No, hát Grimsbőnek is megvan a válasza Leno egy-egy bravúriára. Nem viselte meg az inéldi fejbelövés. Rót! Amorim! Morin kapja Oftedától. Az biztos, hogy szabálytalan volt. Mireia González is melegít. És megkapja az utolsó tanácsokat Ambrose Martintól. Láthatok a lövő százalékokat egy pillanatra. Oftedál. Passzív jelzésnél játszunk, Oftedál lőtt el talpról, nem találta el a kaput. Perezic. Itt van Csanadzsia, Csovics, ahogyan régről ismerhetjük. Lacrabér. Perezic, nem baj, hogyha Perezic kicsi bátortalan, mert most kifejezetten annak tűnt ebben a szituációban. Igen, ez nem áll, az átmeneti állapot. Mirová, Perezic, megvan. Perezic újabb hibájából, egy 3-1-es szituáció, Rót. Harmadik gólja, Rikek Rótnak. Szerencsé, hogy belőttem, mert egyébként nem ez volt a játék, azt ne kellett volna inkább passzolnia. Olyan lendülettel elindult szerintem, hogy nem látott már se Isten sem, mert ott át Oftedál is, illetve a másik oldalon Puhalák.
Időt kért a Vardar 7-4-nél. Visszajött Lekic. És Penezic kapott pihenőt. Mirova. Lacrabert. Nem. Bent a jobb szélen Ristovska. A macedónoknál. Ő a prim játékosa lesz majd a következő idénytől. Szerencsére erőltetik ezeket a bedugdosott labdákat ott középen, és egyelőre semmire nem mennek vele. Görbic, jó! Nem adták meg. Leért azt mutatja a játékvezetés. Az összeállításban egyébként, ha nincs a pályára Penezic, akkor nyilván, hogy a bedugdosott labdák lesznek az egyezések, cselezések. Igen, bár ez volt, amikor Penezic fönt volt akkor is. Ebből adtak el legalább két labdát. Leért. De attól még ezt elengedhették volna. Lacrabert. Mirová küzd meg érte. Kuznyecová. Nagyon jó védekezés. 18,5 perc alatt 4 gólt lőtt a Várdár csupán. Ezt nagyon jól tudják most a győri védők, hogy nem szabad nagyon kimenni, mert nem lőnek messziről ezek a játékosok. Viszont egy remek pattintott átadás volt Grimsbő! 7-es. Pont amikor mondtam, hogy nem mennek ki, na akkor kiszaladt Brock teljesen fölöslegesen, és be is játszották mögé a labdát, nem volt már türelme a hollandnak. Hozzuk megint Kiséját. Ez egy egészen parádés védés volt Grimsbőtől. Lacrabert az első hetesét belőtte. Esztem! Hozzáért? Igen. Láttam, hogy igen. Úgy akartam látni, hogy igen. Minden egyébként. Az a lényeg, nem ment be a kapuba a labda. Mireia González most jobb átlévő pozícióban. Oktadá tud egy picit pihenni. Prót. Mikovács volt, aki vele kapaszkodott. González. Nathaus próbál zárni neki, Amorim, valósággal odaragadt Lenó kezébe, az indítás pedig Ristovska kapja, és be is lövi, 7-5. Hár, mert most több esélyünk volt a plusz 4-re, ehelyett 2 a különbség. Lenónak egyszerűen nem szabad sávot lőni, azt mindent megfog. Az egyenes oldal ott van. És meglepődött volna azon, legalábbis az arcát látva, hogy ennyire odaragadt hozzá a labda. González! Ez sem volt gazán jó lövés sajnos. Igen, hát az is az ő oldala, onnan a rövidet védi, rendkívül fegyelmezett kapus. Lacrabert!
harcról pattan ki. Perezics és Szvi is beszélgetnek. Kíváncsi, hogy meddig maradnak ők a padon. Lacroix. Minden esetre most nélkülük azért tartja a távolságot a Várdár. Sanagia. Szabad dobás ez is. Rendkívül előszakos, erőszakos játékos Kanadia. Ő 3 év után távozik majd a Várdártól. Mirová. Akraber. Eltalálta Althaus-t. Nem. Az övék. Hamarosan visszajöhet majd Bódi. Megvan a labda! Puhalák! Cserélünk, széles mosolyal az arcán jön le Amorim. Gyakorlatilag így játsza végig ezt a 4-es döntőt. Örül, hogy itt lehet. González. Roth. Sikerült egy góra zárkózni a Várdárnak, és ez mindenképpen kedvező. Proc! Kicsit türelmetlen volt most Mike Roth. Na hát Szvécs eddig ült a padon. És eddig ült a padon Perezics is. Sőt, visszahozzák Lázovicsot is. Most viszont följebb kell menni majd, mert bejött a nehéz bombázó sora a Várdárnak. 40% fölött mind a két védési mutató. Huszonharmadik perc. Lázovics. Perezics, ott hagyta González-t. Ez is jó sokat reklamál, az jó hír. Rettenetesen frusztráltnak tűnik. Igen, és egyébként a Bonaventuraiknek ezt nem annyira szeretik. Grimsbø! Már bele is folytak egyébként szabálytalan zárás miatt, de egyébként sem lett volna gól belőle. Hansen, legyen viszont ebből, ha lehet. Roth. Közben a francia játékvezető Garcia Parrondot is figyelmeztetik. Nagyon aktívan él mind a két kispad. Mindenki megpróbálja hozzátenni a magáét. Hansen, Lekics mellett, semmi. Igen, Hansennek volt az egyébként nem túl jó lövése, amiből gól született. Azóta viszont bebecsúszott 2-3 olyan hiba, amin azért elmentek támadások. Lekics. Perezics. Szabad dobás. Eléggé összekuszálódtak a szálak a Várdár támadásában. Lekics keresgél, és sajnos megtalálta, amit akart. Sajnos annyira el voltunk foglalva a Cvicsnek a eltakarításával ott a középső területen, hogy elfelejtettünk kilépni. Ott kellett volna Hansennek följebb lépni egy lépést, és már is nem tudott volna lőni. Újra a pályán Amorim, újra a pályán Broch. Visszament Bódi a jobb szélre, Görvicet pedig Puhalák váltja a bal szélen. Roth. Amorim. Nem, azt lepulták. Bódi volt szabálytalan. És ez azt jelenti, hogy van egy labdája a Várdárnak az egyenlítéshez. Lekics. Ott hagyta González-t. Lázovics a háta mögött. Krisztovská. 7-7. Erről beszéltem az elején, hogyha ezt az első erő
erős részét a támadójátéknak meg tudjuk fogni, akkor jó, de ha nem, akkor viszont ez történik. Remekül játszotta végig most a Vardar Skopje ezt a szekanszot. 7-4-nél kértek időt, és azóta csak ők lőttek gólt, úgyhogy 7-7-nél most Ambrose Martinnak van mondani valója. Most a skopjai oldalon volt nyugodtabb a hangulat. Roth, González, Leno. Sajnos ez sem volt jó lövés. Nem is volt igazán előkészítve. Ilyen pont középre ment is. Amit mondtam, hogy a Lenónak gyenge lövésben nem volt lenni. Viszont védekezésben nagyon erőszakos. Jól állja a sarat. Ideje González. Ez az igazság, hogy menet közben a padról beszállt játékosok. Látjuk, hogy 9 percen nincs gólja a Győrnek. Ugyanúgy a támadásban nagyon sokat nem tudtak hozzátenni. Miközben Kuznyacova ejtésével megszerzi a vezetést a Vardar. Ezt nagyon nem akartuk. Roth, lesz-e válasz? Sárgalapos figyelmeztetést kap. Tenezics. Jön vissza Oftedal. Ez most egy 4-0-ás sorozat a skopjaiak oldalán. És akkor most a balszélt leszámítva a kezdősorunk van fönt. Hát ha Oftedalnak jót tett ez a kis pihenő. Roth, Amorim. Roth ugrik. Nagyon komoly hullámvölgy. Egyébként a döntőben az első félidő során a Vardarnak volt egy 10 perces gólcsendje, most nekünk van. De ehhez képest persze nem rossz az eredmény. Lázovics. Tenezics, Lekics, egy az egyben Oftedallal, Risztovská, Svécs kapura fordul, és a kapufára lövi. Puhalák fogja a kipattanót. Ez most nagyon kellett, ez a kapufa, mert szépen kijátszották. Oftedal, Leno. Oftedal kapott egyet. 2 perc. Lekics nem hiszi el. Oda megy, átöleli Oftedalt, és aztán elindul lefelé. Olyan lendülettel jött Oftedal egyébként, hogy nagyon lehetett szabályosan megállítani. De Lekics egyébként nem egy alattomos játékos, úgyhogy nem gondolom róla, hogy szándékosan lőtte anyat. Roth! Láthattuk közben, hogy Radicevic a maja hangulati elemként is funkcionál. Most a Vardar kispadján. Minden kispadra ülő játékoshoz oda megy. Leno bravúr! Sajnos nagyon elkapta a fonalat. Elhúzta a mézes madzagot előttünk az első 5-6 percben. Oftedal. Roth. Az jó! Bódi! Kinkeservese. Haj, de rettenetesen kellett ez! Kinkeservese eljutott valahogy hozzá a labda. Szépen bedobta. Na, több mint 10 perc után. Egy perc.
perc még a kiállításból, kapus nélkül támad a Várdán. Mirová. Benezic. Leno már bent van, Krisztoszka lefutott, Benezic próbál lefordulni, Brok szabálytalankodott. Öltették passzívra, Krisztoszka noha visszasettenkedett, de már indul is lefelé. Most már lehet számítani a lövésre, és az pedig Benezic lesz. Igen. Második gólja. Megkezdődik a félidő utolsó perce. Amorim. Hetes. Most állítják meg az órát 29-22-nél. Tegnap elhibázta az első győri büntetőt. Most nem! Most nem! Egál! Tavaly hetet lőtt a döntőben Görbic Anita, ebből hármat 7 méteresből. Van még 15 másodperc a félidőből. Lázovics, nagyon nem kéne gólt kapni már. Benezic, Nekic. Lázovics ugrik. Kiállítás lesz. Görbic. Kárnere Kamál, mert újtott kezes lövés, tökés volt, úgy tűnt. Másodperc. Svíc, Benezic felugrik, Grimsbő! De a kipattanóból még Krisztoszka megpróbált egy gólt lőni. Nem sikerült neki. Szerintem nem nézte az órát, még 3 másodperce lett volna, hogy dobjon egyet. 9-9. Azt hiszem, hogy ez jó. Amit láttunk az első fél időben, lehetne több a különbség, ugye itt pont nulla a különbség, de igazából az első 10 perc, negyed óra a Győré volt, utána viszont a Várnál Szkopje percei jöttek, és ehhez képest szerintem ez a 9-9 ez megfelel a játék képének. Tudott mind a két csapat forgatni, tehát nem hiszem, hogy már a kulcsjátékosok kezdenének kipurcanni, úgyhogy itt a második félidőnek az utolsó 5-10 percére fog maradni szerintem a döntés. Meg fogjuk mutatni azt is természetesen, de már csak a 15 perces szünet után. Iszonyatosan nehéz görcsben van a mi karunk is attól, ahogy szorítjuk a széket, miközben szurkolunk, és hát az ember megpróbál a legkisebb dolgokba is belekapaszkodni. Én például abban, amikor azt látom, hogy Svíc minden egyes olyan résznél, amikor kicsit áll a játék, a térdére támaszkodik és próbál pihenni, tehát el fog fáradni, mondjátok, hogy el fog fáradni. Hát legyen így. Az biztos, hogy minden erejét fogja mozgósítani ő is. Szerencsére eddig nincs szerencséje. Úgy látom. Nem, de szerencsére eddig nincs szerencséje. Hiába vannak cicerei, kapufára lövi labdát, ezt tartsa meg. Tehát ne élesítse, ne pontosítsa a kezét a szünetben, hanem így maradjon. Hát nagyon sajnáljuk azt a 11-12 perces gólcsendet, amikor megállt a Győr támadó játéka. Igazából azon múlik, hogy most megint X van, mert nem tudták tartani az eredményt, a meglévő igazából vezetést, mert ha nem lősz gólt, akkor ugye elég nehéz, és aztán bízom benne, hogy itt rendezik a sorokat. Amros Martin is próbált cserélni, a cserék nem tudtak úgy hozzátenni, megállt egy kicsit a lendület a csapatnak, de ez valahol normális, azt gondolom, egy ilyen csatában. 0-0-ról kell kezdeni a második félidőt, ugyanúgy majd.
nem gondoltam volna, hogy az az iram, amit tegnap láttunk, felülmúlható, és hát ez az iram azért azt eredményezi, hogy bizony nagyon sok a hiba. Én azt is csodálom, hogy látják, tudják, érzik, hol van a labda ennél az iszonyatos rohanásnál. Igen, a Győr ugyanott folytatja, hogy tegnap meg sem állnak, ugye minden egyes labdával próbálnak futni. Igen, ebben a nagy rohanásban azért benne van a rizikófaktor, tehát itt azért lehetnek hibák. És valóban eddig szerencsénk van Cvicsnél, így legyen a mérkőzés végéig, hogy azért itt a kapufák azért velük vannak, és ugye hol le kell lecserélni a kezdősor, tehát itt azért szépen osztogatta a pofonokat az Eto, ez csak így megy a végéig, el kell venni az ilyen játékosoknak a kedvét a gólszerzéstől, és hát nekünk egy picit megakadt a támadójáték, de ugye tegnap is mondta az Ambros, hogy nyilatkozta, hogy meg a lányok is tudták, hogy lesz ilyen pillanat a Bukarest ellen is, azonban ugye bennünk van egy óra kőkemény mérkőzés tegnapról, bízom benne, hogy azért a második félidőben ugye a szívük túl tudja ezzel rendíteni, és ezeket a holdpontokat az Eto tudja megnyerni úgy, ahogy tegnap. Mi az, amiben még belekapaszkodhatunk pozitívum itt az első félidőből? Egyértelmű a védekezés. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen csapatot 9 gólon tartani, az nagyon nagyszerű, és az nagyon jó dolog. Igaz, hogy az ellenfél is 9 gólon tart bennünket, de azt hiszem, hogy ha a védekezés feszessége megmarad, akkor ez így teljesen rendben lesz. Biztos vagyok benne, hogy a támadásban megrendezik a sorokat, és jönnek azok a lövések. Sajnos Leno az első, ahogy kezdte a meccset, az jó volt, mert hogy nem nagyon találkozott a labdával, igen. És aztán szépen, fokozatosan melegedett bele, és kezdett el védeni, és egyelőre még az van, hogy olyanokat is lőttek a csajok, hogy sávokba, amit ő könnyűszerrel hárított, és így megjött a maga biztossága. Én bízom benne, hogy fel tudjuk majd törni az ő erejét, vagy meg tudjuk törni az ő erejét a második félidőben. Azon gondolkodtam, hogy kiről beszéljünk, kit emeljünk ki itt az első félidőből a győri oldalról, aztán rögtön 4 név jutott eszembe azonnal, ennyi időnk viszont nincsen. Viszont azt jelzi, hogy azért mindig van valaki a pályán, aki valamivel többet tud hozzátenni, mint a többiek, és mindig ezt aztán adják tovább, és valaki más az, aki ezt meg tudja csinálni. Igen, valóban próbálkoznak a játékosok, voltunk eredményesek szélről, átlövésből, betörésből, beállóból. Itt is csúsznak be azért a hibák, ez biztos a fáradtság, a koncentráció hibája, ugye buta kis hibák, amiket észrevettek a játékvezetők, de úgy a másik oldalon is. Vonal, esetleg egy rossz zárás, ez mind csacsiság, de ugye benne van, hiszen annyira akarnak a lányok, ugye annyira próbálják az utolsó erejüket is mozgósítani, hogy ez jól súlyon el ez a dolog. Mindenkinek ugyanúgy erőn felül. Nincs még itt az ideje annak, hogy bárki elfáradjon, hiszen pár perc, és aztán folytatódik a mérkőzés, jön a második félidő. És venni egy sört, vagy egy perecet, erre van idő, vagy kisétálni a konyhába, a hűtőhöz, és onnan kivenni egy sört, erre is van idő. Mire van idő és lehetőség a játékosoknak ilyen rövid idő alatt, ami itt a szünet alatt eltelik? Megmutatni azt a maradék tartalékot, ami bennük van, semmire nem kell tartalékolni. Menni, ütközni, ütni, vágni, védeni, rengeteg gólt lőni, és elhódítani a trófeát a legvégén. Bármit is ki lehet pihenni ennyi idő alatt? Hát nem igazán, sőt ilyenkor szerintem nem is tesz túl jót a játékosnak, ha mondjuk bemegy az öltözőbe és leül, mert az a fáradt lábakat még jobban megfogja. Én biztos vagyok benne, hogy azért úgy mozgásban maradtak a lányok, de azért mégis jól jön ez az idő arra, hogy rendezzék a sorokat, rendezzék a fejeket. Ambros Martin elmondja, hogy miben kellene esetleg változtatni, mi az a kicsi, amiben hozzá lehetne még tenni ez a játékhoz, mi az a figura, amit el kellene indítani ahhoz, hogy ez a támadó játék még jobb legyen. Úgyhogy én remélem, hogy elég volt mindenre, és bízunk benne, hogy megnyeri a mérkőzést a Győr. Biztos vagyok benne, hogy otthon a képernyők előtt is mindenki megbeszélte már, hogy mit kéne majd csinálni a második félidőben. Reméljük, hogy minden úgy sikerül majd, hogy a vége jó legyen. Jön a második félidő. Kilencről folytatja majd a két csapat. Leno 47%-on 8 védéssel, Krimi főnek 5 védett labdája van, és az 38%-os hatékonyságot jelent. Mind a ketten maradnak a kapuban.
Lino előtt Ristovská, ott van Lacrabert, ott van Lekic, Cvic, Penezic és Kuznyecová. És ne felejtsük el, hogy majdnem két teljes percig ember hátrányban lesz majd a győri Audietto, mégpedig Görbic Anita kiállítása miatt. Oftedal, Broch, Amorim, Kroth és Bódi védekezik Grimsbø előtt. És akkor ki tudja, 30 perc hátra van, de lehet, hogy nem 30, hanem 10-zel többen. Elvették Penezicstől belemenés miatt. Későn adta le a labdát, ráesett a védőre. Penezics lőtt ugyan két gólt, de mindegy, azok után, amit Linóval kapcsolatban mondtam, már inkább nem akarok semmit mondani. Tegnap is egyébként játék a láttán. Első fél időben előtt kettőt, aztán megszórta magát, úgyhogy lőtt összesen hetet, ő is, meg Lekic is. Minden esetre ezzel most nagyon jót tett nekünk, hiszen egy emberelőnyös támadást elég gyorsan elpackázott így a Vardar. Amorim, Oftedal. Amorim, Broch vetődve, túl nagyot taszítottak rajta. Ügyesen öljük most a másodperceket, már csak 45 van belőle, mi a kiállítást illeti. Oftedal. És még nincs is fönn a keze a... Most van fönn most a keze a bírónak. Még 6 passz van, nyugi van ilyenkor. Kroth. Beszoroltad a Cvic és Lacrabert közé. Már csak 25 a kiállításból. Kroth. Amorim. Jó, hát arra jó volt ez az akció, hogy szépen lenyeltük itt ezt a kiállítást majdnem teljes egészében, de néhány szekundum sajnos még maradt vissza. Penezic, Lekic, le a szélre, Kuznyecová, gól. Sajnos, éppen, amikor kiegészültünk igen, volna. Nagyon rutinosan, nem siették el, nem voltak türelmetlenek, rögzítették a helyzetet, szépen lehúzták a szélre Kuznyecovának, aki gyönyörűen bedobta. Kuznyecová, aki olimpiai bajnok az orosz válogatottal, és volt All-Star csapat olimpián, VB-n és EB-n is, All-Star csapattag. És BL-t is nyert. Bizony. Ott pedig az lesz az ennyi goroddal. Oftedal. Ott nem volt rés. Oftedal egyenlőre nem tudja azt a hatékony játékot múltani, mint az elődöntőben. Felé indul. Ezt is kivédte. Leno. Örvic kanyarodik vissza és kér elnézést a francia kapustól. Jövőre majd örülni fogunk, amikor Lenó így véd, győri kapusként. Rendkívül komplett kapus. Jól véd szélrel, ahogy láttuk, jól védi a heteseket, messziről is. Biztos, hogy erőssége lesz a győrnek jövőre. Láthattuk Kim Rasmussen szövetségi kapitányt egy pillanatra. Ezelőtt ő volt annak a bukaresti csapatnak a vezetőedzője, amely legyőzte a győrieket a döntőben. Kuznyecová fut be a bal szélről, Lekic. Emlékezhetünk rá, hogy a hetedik megszerzett gólunkig egészen lendületes és jó volt a győriek támadó játéka. Penezics kerül helyzetbe, nem adják meg a gólt, belefújtak már, sok lett volna a lépésből. 7-4-es vezetésnél támadtunk, nem is egyszer, és azóta lőttünk 2 gólt összesen. Lekic, Cvic szedi össze, 2 oda. Egy Grothot eltávolította Cvic a védőfalból. Cvicnek az első gólja itt a 4-es döntőben.
Kovács kapta a hóna alá. Roth. Bódi várja. Bódi kapja. Teljesen ott hagyták. Leno. Kuznyacova lefeküdt a földre. Azt mutatja, hogy őt kapott egy könyököst. A játékvezetőket nem hatotta meg, de sajnos Lenót se. Aki kezd kicsit sok lenni nekünk. Szektornyi Vardar szurkoló, de őket támogatja a két szektornyi CSM Bukarest Drucker. Lekics. Makraber került a földre. Nem lőttünk gólt, több mint 5 perc alatt a második félidőben. És 2 percre kiállítják Amorimot. És Amorimnak ez a második kiállítása. Igen. Itt volt egy messzúzás, kétségtelenül. Ha majd a kimenni a falból. Makraber. Félő, hogy ez most jóval mélyebb gödör, mint volt tegnap a románok ellen. Ott 16-16-nál. Penezic azt nagyon elmérte. Ilyeneket lőhet még egy párat. Igen, Penezic. Penezicbe bízunk. Ez nem az ő napja egyelőre. Az a baj, hogy egy viszonylag gyengébb napot kifogó Penezicsel, egyelőre nem túl hatékony és sokat hibázott Svícsel, de így is vezetnek 2-vel a szkopjeiek. De hát Leno egyelőre mindent helyre tesz a Várdár kapujában sajnos. Igen, a probléma az nem a védekezésünkkel van, mert a 11 kapott gól 35 perc alatt az rendben van, csak 9 lőtt gól az parzasztóan kevés. Oftedal, Hansen, Roth. Sajnos Brock körül is nagyon-nagyon jó a védekezésük, és egyelőre nem tudjuk a beállót megjátszani, ami azért a külső embereinknek egy pici segítség lehetne. Hansen, Kuznyacova fogja meg. Passzívan van már a játékvezető keze. Egy újabb Leno védés, Oktedal széttárt karokkal reklamál, de nem szólalt meg a sír. Képtelenek vagyunk Lenónak gólt lőni. A világbajnoki döntőben is tacsra tette egyébként Szine Oktedalt Leno. Emlékezhetünk, hogy az ötik parádésan játszó norvég csapat, meg Oktedal nem nagyon tud mit kezdeni vele. 17. percben lőttük a 7. gólunkat, ez most a 37. perc, és azóta 2-t tettünk hozzá. Tehát 20 perc alatt van 2 gólunk összesen. Lacrabeer nem lőtte el első szándékkal, Lekics 7-es. Mezőny játékvezető már futott vissza. Azt hittük, hogy megúsztuk ezt, de ott volt egy lökés kétségtelenül. És abból a 2 gólból az egyik ugye Bódi gólja volt a szélről, a másik pedig egy Görbic 7-es. Hát ezt hoztuk össze sajnos 20 perc alatt. Jó! Köszönjük meg Lacrabernek! A második kihagyott 7 méterese. 3-ból 2-t elrontott. Ide kellett ez most. Nagyon ellőtte. Viszont lejárt az ember hátrányunk legalább. Olyan hosszú ideig támadtak az előbb a macedónok. Oftedal, Hansen. Hansen viszi be. Gól! Támadó szabálytalanságot reklamálnak a macedónok, de ez legyen az ő bajuk. Hansen második gólja ez. Összeg belül volt már Cvíjics, úgyhogy jogtalan a reklamáció. Radicevic. Kuznyacova befut. Lekics, 2-2 Cvíjicssel. Lacrabeer. Oh. Roth tűnt el ott a sűrűben, miközben Oftedal rohan, visszakapja Görbictől a labdát. És
most csatlakozik Nikkegrót, de addigra már lövünk egy gólt, amit nem adnak meg. Ja, most lépéssel tőlünk vették el a gólt. Előbb ugyanez volt Penezicsnél. És azért az is kérdés, úgyhogy szép lassan megyünk majd bele a végjátékba, hogy a tegnapi elődöntő után Ambrose Martin kap egy sárga lapot, szóval hogy a tegnapi elődöntő után, meg egyáltalán egy borzasztó nehéz szezon végén és végéhez közeledve mennyi erő marad a győri játékosokban. Láthatok, hogy Ambrose Martin mennyire kihozta a sodrából ez a sárga kártya. Hansen. Csak egy olyan taktikai sárga volt, mint a reklamálás. Hetes. Na, talán most Hansen megrázza magát, lőtt egy gólt, meg kiharcolt egy büntetőt. Ő benne biztos van erő. Gyakorlatilag egész szezonban rápihent erre a hétvégére. Kuznyecova volt, aki belül várta. Suszlina jön. Van a második Görvic hetes is. És ha minden igaz, akkor a Bajnokok Ligája döntőkben Görvic Anitának ez volt az 50. gólja. Ott a férj Vince Otto. 2009-ben sérülés miatt nem játszhatott a döntőben Görvic Anita. 12-ben a Budapest ellen összesen 21-et lőtt a két meccsen, aztán a Larvik ellen 12-t, és így tovább. Mondom, most érte el az 50-et, Lachlaber! Nem lenne jó, ha most kezdene beindulni Lachlaber. Olyan nehéz pillanatok nagymestere egyébként. Zvíc és Krót akaszkodott össze. Ebben a szereposztásban azért nehéz elképzelni, hogy Svécsnek fáj jobban bármi. De ott beütötte a fejét elég rendesen. Szóval lehet, hogy Groth egy picit kisebb, de van benne azért erő. Oftedal. Hansen. Groth. Két perc. Rájátszott. Egyébként én nagyon egyetértek a játékvezető az ilyen felfogással, mert hogyha egyszer mutatja, a másik meg ki kell állítani. Mert most mutogatni, semmi értelme. Aki rájátszik, az menjen ki a pályára, ha egyszer már szóltak neki. Hansen. Jól van, Svíc leült itt előttünk, mert egymaga kitakarta a teljes térfelet. Jas, Oftedáltól ez egy eladott labda. Sajnos Oftedálnak nem megy a játék, és ha ő nem tudja egy picit, sőt, hát nem is picit, ha ő nem tudja összekapni magát erre az utolsó 20 percre, akkor nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz. Az a plusz, az az X-faktor, ami benne van, az nagyon kéne most. Ajjajjaj. Radicevic, Lekic. Kapus nélkül vannak, milyen jó lenne egy üres kapungolt lőni. Passzívnál játszanak. Lachlaber, Penezic, sajnos most már bent van Leno. És mutatják neki, hogy maradjon is, hiszen szép lassan elfogynak majd a maradék passzok. Čović, Lekic. Lachlaber. Még egy passz, Penezic felugrik, sikerül levadászni a labdát a levegőből Hansennek. Oftedal, megint létszámfölényben megyünk, Bódi helyzetben, gól! Bódi második gólja. Most remekül játszották meg a győriek, hagyta Oftedal, hogy elvenjen Groth, elvitte a védőket, és mögötte érkezett szépen Bódi, aki behúzta. Igen, hát nem üres kapus gól ugyan, de ez egy... Ugyanolyan értékű gól, hogyha gyors indításból, a szerzett labdából, lerohanásból szép gólt tudunk lőni. Egy a Várdárnak, Lekic. Ez most jó bejátszás volt. Hetes.
Szerencsére a két percet megúsztuk. Most Lekics megy oda. Nem tudta egy pillanatra, hogy hol a labda, az a lényeg, hogy nem a kapuban. 3-7-es, ez megbosszulhatja magát. Bódi, Lino. Oldalt fent ki, úgyhogy támadhatunk tovább. Ebben a pillanatban a Várdár kiegészül. Prót, Opterál, le a szélre. Görbic vissza. Prót. Opterál, Lino. Ez megint olyan lövés volt, amiből sokat láttunk az első félidőben. Ilyen, ezekből a közepesen jó lövésekből nem lehet 14 védés, 56% a BL döntőben. Megint csak azt mondom, hogy Lenó ilyen teljesítményének egy év múlva ilyenkor már nagyon tudunk majd örülni. Nem tudtunk egyenlíteni. Benezic, Cvic. Akraber, nem, helyet csinál magának Cvic. Azt hiszem, hogy az esti banketten azért Cvic nagyon sok italt nem fog elfogyasztani a két francia játékvezetővel. Hansen, Bódi helyzetben. Salamoni döntés született. Szabad dobás. Visszafújták 9-re. Igazság szerint, hát ez 7-es volt. Belül állt. Jól csinálta Bódi, mert abszolút a 7-esért ment. Ez is volt. Mindegy. Althaus a beálló! Hansen! Hansen felnő a feladathoz, azt kell mondja a második félidőben. A harmadik gólja. Próttal ketten viszik a prímet, ami a lőtt gólok számát illeti. 15. perc. 13-13. Lekics. Cvicről szakadjuk le a meszt. Időt kér a Várdár. Most nagyon vigyázott Garcia Parandol, de hogy akkor kérjen időt, amikor az ellenfélnél van a labda. We have problems when Sevilla is a lot of time in the center winter for the block because referees now are with Hansen. Pivot is 4 and 5. Yes, he will shoot. We have to make a small part before. Okay, if don't, she takes 3 steps and don't shoot. A small part, Barbie, before, after we close. We play. Pet y Boya Zapenka. Pet y Boya Zapenka. You in the center. No shoot, no shoot. Barbie, wait, Sirocco. Go low. You don't have wide, open with ball. And we run on her. Okay? Yes, also. And second option is change the position. And you or you in the back up, push. And then see round behind. Okay? And then you can cross or you can go outside. But the most important is the defense. Yes, when they push in the middle, hands up to start with the pivot, and then we jump. Passzív nál a Várdár, Benezic, visszahozták Lázovicsot Lakraver helyett. Az ott nagyon kicsi hely. Hansen, menjünk! Lehetne Bódinak adni a labdát, most kapja meg Róttól. Sajnos nem volt jó ütem. Igen, későn adta neki. Megkezdődik az utolsó negyed óra. Hansen.
Rod, ki a szélre, Görbic gól! Először sikerült így a védő mögé passzolnunk a labdát a szélre, és először sikerült bedobni a szélről Görbicnek a legjobb pillanatban. 7-6-nál vezettünk utoljára. Perezic. Az nagy gól. Hely, ez Grimsbőjé volt. Ott kellett volna állnia. Perezic harmadszor. Tegnap a bukarestiek elleni utolsó negyed óra, az a szívdiadala is volt. 7-es. És most valami hasonlót kell elővennie a győri csapatnak, és azért most, ahogy ezekben a percekben Annemette Hansen játszik, az valami egészen bravúras. Gólok, kiharcolt 7-méteresek. Belelendült ez a, ráadásul ez a duródó játék, ez neki fekszik. Görbic. Leno. Azt a mindenit. Nem volt pedig rosszul lőve ez a 7-es. Most ezzel is együtt kell élni. Lázovic. Nem baj, ha kemények és nem baj, ha agresszívak vagyunk, csak nagyon figyeljünk, hogy ne legyen 2 perc. Perezic megpróbálja kifelé megverni Grótot, eltalálta a kapufát, úgyhogy nem nyúlt bele senki. Oftedal megverte Cvicset lábbal, szabad dobás. Jól védekeznek egyébként Oftedal ellen, nem hagyják magukat beültetni az első cselbe. Szorosan egymás mellett maradnak a védőik. Egyetlen gólja van Oftedalnak eddig. Kroth. Hansen. Oftedal. Benezicsel találkozott. Még nincs passzív. Kroth. Hansen. Már lehetett volna játszani még. Meg nem volt indokolt, hogy a rövid sarkot lője. Ezt mindig kivédi. Hosszút viszont onnan nagyon jól be azt kell próbálni. Lázovic. Rót roppant ki a falból, és majdnem labdát is szerzett. Benezics le van egy kicsit fáradva szerencsére. Nem is játszik jól, meg nem is érzem az erőt rajta. Szerencsére. Lecserélték, és Mirova van fönt helyette. Cvic. Nagyon szépen ott maradt mögöttek Rót. Jól van. Amorimnál szóvá tettük, hogy folyamatosan mosolyogva játszott, amíg pályán volt, akkor Rótnál valami hasonló a helyzet. Mirová, Lázovic. Fönt van már passzívan a kéz. Lázovic le a szélre, Radicevic. Hát ezért nagyon kár volt, mert nem nagyon tudtak helyzetet kidolgozni. Kicsit jobban kellett volna zárni a szöget. Az első gólját lőtte a volt Győri. Hansen helyett pedig Ambros Martin visszacseréli Amorimot. 20. perc a második félidőben. 5-5 lőttünk a szünet óta. 6-ot a Várdár. Oftedal. Kroth. Oftedal. Amorim most elég sokat ült. Igen, most ő elvileg friss. A pályán levők közül talán a legfrissebb. Kroth. Lázovic támadta meg Oftedalt. Jól védekeznek a fehér mezesek is. Amorim. Most a passzív.
Amorim megkapja, nem emelkedett föl, ott igen! Villámgyors lövés volt, hogy nem tudtak rá reagálni a védők sem, meg a kapus sem. Rottnak a negyedik, és az első, amit a szünet óta lőtt. 15-15. Nemet egyik lovát láttuk egy pillanatra a nézőtéren. Radicevic. Nem volt hihető, hogy Pirova esetleg helyzetig viszi. Lekic ki a szélre. Radicevic. Ah. Visszajön Brock beállóba. És azzal, hogy most Bebe talál a Várdár, ott van rajtunk a kényszer, hogy muszáj gólt lőni. Amorim. Lázovics kimegy két perce, nem? Nem, csak szerettem volna. Olyan elánnal mutatták, hogy áll az óra, mint hogyha kiállítást is jelezni akartak volna. Hát mondjuk elkapta a nyakát Amorimnak. Igen. Akár ki is lehetett volna hajtani. A Várdár elnök nőjét láttuk egy pillanatra. Roth. Oftedal. Amorim. Roth nem lőtte el talpról, Amorim, gól! Nem adták meg. 2 perc és 7 méteres. Most valóban kiállították Lázovicsot. Remek zárás volt Brocktól. Nem fért oda Lázovics, csak a 2 perc árán. Egyen nyugodtabb lennék, hogyha megadták volna a gólt. Tehát látok, hogy Amorim valóban lent volt már. Roth. Gól! Na, hát ehhez Leno most hozzászagolni sem tudott. Kevés ilyen lövés volt a mai napon. Ez most ilyen. Rothnak az 5. 16-16. Emberelőny. Kapus nélkül a Várdár. Leno vitatkozik az asztallal. Mirová, Lekic. Leno már visszaállt. Lekic. Hiszen elképesztő csata minden egyes támadás védekezés között. Mirová mind a két kapu előtt. Lacrabert, Brock fogja meg. Próbálják a maximum ideig ölni az időt a győri kapu előtt. Még 5 passzuk van, azt mutatta a játékvezető. Lacrabert, Lekic, nincs lövés. Lekic viszi tovább, neki megy Amorimnak. Ott középen. Elmentek a passzok, igen. Miénk a labda? Roth! Roth! Jó! Rosszul rendeződtek vissza, és kezd azért már az erő elfogyni a Márdár egy-két játékosánál. Győr utolsó 3 gólját Nike Roth lőtte. Szerencsére nem nagyon lőnek messziről kapura. Csak megpróbálják bevinni, és ott pedig a győri fal rendkívül szorosan jól védekezik. Távoli lövések pedig nincsenek. Visszaküldték Perezicset természetesen a hajrára. Radicevic. Sajnos ott a jó passzil védekezésünk az... Görbic, Leno! Mert ahogy 3-at dobott a Groth egymás után, szerintem Radicevic is 3-at. És mindegyik egy picit az Anitájé volt ott. Talán elfáradt már, és védekezésben nem tud annyira odafigyelni.
Terezics. Nem az, hogy könnyen megesett, hogy ez a döntő, ez ugyanúgy egyetlen egy jó támadáson vagy védekezésen múlik, múlhat majd, mint ahogyan a tavaly is. És az könnyen megesett, hogy hosszabbítás lesz. Lacraver, Lekic. Áll az óra. Pakolt egyet oda. Terezic. Lacraber. Mikor lesz passzív? Terezic. Jó. Brock nagyszerű védekezése. Itt lassan azért azokat a kacsókat föl lehet emelni. Jól van, megtették. Lekic elindul kifelé Roth mellett. Nincs gól, nincs gól, nincs gól. Jó van, elég gyanús volt, hogy belővére kezdtek, de visszafújták. És azt a labdát meg lehet szerezni, Amorim vetődött oda, ők hámozták ki azonban, Lacraber, Brock szedi le. Inkább már ilyen gladiátorkodás megy a pályán, mint kézilabda. Brock kiáll. Hát ez nem hiányzott. Múlott ez, hogy Amorim nem tudta ezt elhozni. Ez nem volt szerintem két perc. Egyelőre a nagy órával van egy kis Bibi. Mert később állították meg, mint a játékvezető. Viszont 30-nál áll pillanatilag. 4,5 perc. És ebből most kettőt ember hátrányban kell, hogy játszunk. Lekic. Lacraber, az belemenés. Így van. Ott áll a védekezésben, azért a helyén van, ha a támadás nem is megy annyira neki. Hasonló helyzet volt, mint az első támadások a második félidőben, amikor csináltak egy támadó szabálytalanságot emberelőnyben. Tudunk-e gólt lőni létszám hátrányban? Ofterdál, Prót, Amorim, leüti, Ofterdál, tudunk! Hogy de fontos volt lőtt. Egy nekünk! 18-17! Nem nagyon tudta eldönteni, hogy ki tegye a szélre vagy sem. De megtalálta a jó megoldást. Lekic! Lázovic! És pörögni tovább védekezésben. Lekic nem nagyon emelkedik már. Lázovic! Első gólja. Kevesebb, mint 3 perc. Viszont lement a 2 perc gyakorlatilag, úgyhogy ezt azért egy-egyre lehoztuk. Majdnem azt mondta, hogy meg fogunk őszülni alatta, de haj nélkül azért az nehéz. Prót! Ofterdál! Prót! Azt a mindenit! Kivédte? Igen. Lekic.
egy-egy idő bent van még mind a két oldalon. Perezic. 2 perc. Ajjajjajjajjaj. Az ember hátrányba fejezzük be a meccset. Althaus indul el lefelé. Tavaly lőtt 6-ot. Volt ebben egy olyan szakasz, amikor zsinórban 4-et, még a Várdár játékosaként a döntőben. Hát ezt is le kéne hozni 1-1-re ezt a 2 percet, és akkor mehet a hosszabbítás. Tudok egy ennél jobbat. Lázovic. Perezic. Még megfogta Lázovic. Föltették passzívra. Lekic. Most nagyon figyeljünk. Lázovic kerül helyzetbe és gólt lő. Ajjaj. Most muszáj gólt lőni. Ez egyértelmű. Utána valószínűleg még egy támadása lesz a Várdár Szkopjénak. 2 Lázovic gól egymás után. És kezdődik az utolsó perc. Amorim. Brock. Nem tud befordulni. Áj, egy pillanattal hamarabb odaadja Brocknak, illetve Grótnak, akkor 7-est adott. 7-est adott. Hát ez nem rossz. Igen, az ítélet 7 méteres. És most meg kell dobni. Fuszlinának. Ugye át megint mindenki előttünk a kispadon, tehát néha ezért van az, hogy találgatnunk kell, hogy éppen az adott pillanatban mi történt. Roth! Gól! Oh, oh, oh. Ja Istenem! Hozzáért, nem? Nem volt egy sima történet, az biztos. 10 lövés, 7 gól, tegnap 8 lövésből szerzett 7-et Mikke Roth. Mondjak, hogyha a Győr meg tudja nyerni ezt a Final Four-t, akkor megint jó esélye van arra, hogy MVP legyen. És ugyanúgy van fél perc a Várdárnak, mint tavaly a döntőben, hogy megnyeri a mérkőzést. Akkor nem tudtak élni az eséllyel, és akkor hosszabbítás lett. Lekic helyzetben, és belövi. Eltette Grimsbő mellett, ebben a pillanatban a győriek időt kérnek. 21 másodperc. 21 másodperc. Lekic negyedik gólja. Hát elég hidegvérrel pörgette a labdát, mit ne mondjak. Okay, we need to make the solution, moving the ball like you need at the beginning, good movement, don't stop the ball, and then trying the middle, some 2x2, or some shot, clear chance, okay? Come on, guys! Remember, if I see, oh, sorry, in the last 5 seconds, we play Norway 2, okay, but do the shot! Come on, guys! Egy gól a Várdának. Ugye most kettős a feladat, lőni kell egyet gyorsan, és nem kapni egyet az üres kapura. Várdának még bent van az időkérése. Amorim, nem lehet ezt nagyon ülve bírni. Oftedal. Amorim, gól! És akkor most figyeljünk! Nimsbő megy a kapu felé, elég lassan jön ki a labda, időt kértek, 9 másodperc! Amorim! Jézus Mária, hogy is volt ez? Nem mindegy! Oftedal visszajátszotta. Ott van! They can't breathe!
think that if we lose the ball, it's better than the draw. But we are one more. The only that they can make is press. So, pivot. What do you want to play? The block or pivot 1-2 and just pass back? I think this is better. They are moving. With this, yeah, but the chance for a listen, block. Listen. Yes, this. But if they press, if we start to attack and they are pressing, pivot 1-2. If they can attack, pass. Pass it from behind. Okay, that's it. Lehúzni a szélig. Az a probléma, hogy egyre többen vannak. Azt kell csinálni. Valakit a labdával a kézbe el kell kapni. Lekics. Lázovicsnak teszi. Perezics. Tovább elvették. Lépés volt. Perezicsnél lépés hiba volt. És akkor viszont a győriek azt mondják, hogy már korábban volt az a sípszó, és a szkopjeiek nem adták oda a labdát. Hát akkor adhatnának egy hetest. Vagy valamit, két percet. Minden esetre a 30 perc, hát szép csendben. Minden különösebb esemény nélkül lepergett. Azért azt hiszem, a tavalyi forgatókönyv az eléggé ott van a fejekben. És megy az egyezkedés az asztalnál, hogy valójában mi történt az utolsó másodpercekben. Van 5 másodperc, még azt mutatják, ha jól látom. Oda-vissza fogják tenni. Miközben már elindították. Itt van Perezics. Miközben elindították már a nagy órán az 5 perces szünet időtartamát. Ja nem, akkor lehet, hogy lefújták, és kész. Volt egy kis vita, nem baj, lehet újra készülni a hosszabbításhoz. Jó, hát akkor már tényleg végig kéne játszani a tavalyi forgatókönyvet. De most akkor 2x5 perc. Így van, 5 perc szünet után 2x5 perc. És ha akkor sincs döntés, akkor majd 7 méteresek. Lassan ez tradíció lesz. 16-ban hosszabbítás és hetesek. Tavaly csak hosszabbítás. Mekkora mérkőzés, azért ez hihetetlen csata folyik a pályán. És azért azt, hogy az utolsó 2 percből úgy ki tudtunk jönni jól, és hosszabbításra tudtuk menteni a mérkőzést, hogy ember hátrányban voltunk végig. Igen, 4 percet 2-2-re hoztuk le. Hát azt hiszem, hogy Penezicsnek ezeket a toporgásait gyakorlatilag egész végig nem fújták le. Na, Penedicsnek megköszönhetjük egyébként azt a részt, hogy már az első perctől kezdve állna reklamál is hadakozik a játékvezetőkkel, pedig ebben a két francia ugye nem nagyon érdemes. Hát ez valami hihetetlen mérkőzés, már megint. És azért én azt gondolom, hogy ahogyan a szkopjeiek egy évvel ezelőtt igencsak csalódottak lehettek, hogy ott a végén nem tudták megnyerni a mérkőzést, akkor most legalább olyan csalódottak, vagy még inkább csalódottak, hiszen 21 másodperccel a vége előtt ők lőttek gólt, és ők szereztek vezetést. És 4 perc ember előnyük volt, azt tegyük hozzá, amiből nem tudtak végül is pozitívan kijönni. Hát ez megint csak a győriek hihetetlen küzdői tudását dicséri, de hozzá kell tenni, hogy a másik oldalon is azért a küzdői tudás az ott van. Fantasztikusat harcolnak a játékosok, mind a 30 vagy 32, aki a pályában vagy a pálya közelében van. Erőt gyűjtenek a nézők is. Elég a 60 perc. Most sem volt elég a 60 perc, hogy eldöntsék. Nagy László is itt a helyszínen szurkol a győriek sikeréért. Pálinger
Katalint láthattuk, Marosi Lászlót láthattuk. Tényleg ennyi megpróbáltatás után, ami azért ebben az évben ezt a győri csapatot érte. Most még muszáj 10 percig valahogy kitartani. És muszáj egyel több gólt lőni, mint a Várdár. Nem kell többel, csak egyel. A Várdár kezdi a második, tehát az első hosszabbítást, ami mindenképpen jó. Ilyenkor azért van jelentősége, hogy a második fejezőt ki fogja kezdeni adott esetben. Csak a rendkedvéért kétszer 5 percet játszanak most hosszabbítás Zsanán. Egy perces fél idővel majd. 9 másodperc maradt meg az ember előnyükből. Ugye előbb 9 másodpercük volt, hogy gólt lőjenek. Reméljük, hogy ezt a 9 másodpercet sem tudják kihasználni. És visszajött a pályára. Kell várni, hogy leteljen pontosan az 5 perc. Nyilván a pihenő nem tesz rosszat a játékosoknak, de ahogy nézem, Cvics már nagyon menne. Igen, a harci kedvet azért jellemzi ezt, hogy nem volt szükségük erre az 5 percre, pedig hihetetlen intenzitású a harc a pályán. Na most kezdődhet a hosszabbítás. Radicevic, Lekic, Lakraber, Cvic, Penezic és Kuznyecová, és egy szerzett győri labda. Na-na. Azt hiszem ebben az akcióban benne volt az egész mérkőzés. Háromszor kellett elvetődni, hogy egy labdát megszerezzen a győr. Rót. És aki itt van, és aki magyar, az most mindenki segíteni akar a győrieknek. Oftedal. Jó védekezés Lekicstől. Amorim. Amorim. Gól! Jó jött az a kétszer-két perc Amorimnak, mert utána eltűnt a pályáról 20 perc, úgyhogy most tele van erővel. Ő lőtte a 20-at, és most ő lőtte a 21-et is. Lekics! Csak bemutatta a labdát Cvic felé, Radicevic! Lefújták a hetest. Áll az óra. Belül védekezett Oktedal. Kiséva érkezik a kapuba, a labda pedig Radicevic kezén. Gól! 21-21. Radicevic azért hozza a klasszisát a második fél időben. Nagyot játszik. A negyedik gólját szerezte. Egy rontással. Oftedal. Amorim és Cvic találkozott. Szkopjei oldal természetesen támadó szabálytalanságot látott. Rót. Amorim. Oftedal. Nem tudta letenni a szélre Bódinak. Amorim. Aj, milyen gól! Ez honnan jött ez a gól? Zseniális! És nem tudnak válaszolni. Kuznyecová hibázott. Mehetünk a plusz kettőért. Rót végigviszi, elvették. Támadó szabálytalanság. Bódi mellette. Ezt előzőzte most Rót. Rót.
pedig egy mini breaket lehetett volna csinálni, most két góllal elmenni. Nagyon sokat számíthatott volna. Lekic! Zsicsnek próbálta meg ott hagyni. Kapnak egy szabad dobás. Negyedik perc a hosszabbítás első fél idejében. Ebből még szűk kettő van hátra. Lacrabel. Perezic. Abba is belefolytak. Nem mondom, hogy aranyat ért volna az az előző győri támadás, ha góllal zárul, de az aranyéremnek a kis szalagja az, az már ott lebeghetett volna a szemünk előtt. Passzívnál támadnak. Lekic. Perezic. Oktadán megállítja. Radicevic fut be, aztán visszaparancsolják a helyére. Perezic, Lacrabel, nem nagyon van már lehetőségük passzolgatni, Lacrabel eladja a labdát, és lehet-e indulni? Prok dobta ki, Amorim a szokásos széles mosolya ment oda hozzá, és mutatta neki, hogy semmi baj nincs át, mintha egy augusztus végi felkészülési mérkőzésen lennénk. Végülis nincs baj, vezetünk, egy percen beljebb vagyunk, de Amorim jobban szeret védekezni, mint támadni, úgyhogy semmi baj, itt vagyunk, védekezünk. Mindenkit megfogunk, nem tudnak semmit csinálni. Kell a maradék 6 percet. És egyébként is szép az élet. Lekic. Az góla. Amorim. Fél perc van még az első fél időből. Amorim gól! Amorim gól! És egy két perces kiállítás. Cvicsre mutattak rá. Cvics második kiállítása. Most a podgoricai meccs után azt mondtuk, hogy Amorim a Terminátor 4 vagy 5. részét játsza le. Hát most aztán a következőt meg lejátsza. Egyszerűen megállíthatatlan. Tíz másodperc. Gól. Csovics kiegyenlít. 23-23, még mindig van 5. Oftedá pattintja oda. Bódi! Jó! Jó! Az még belefért! Előnnyel megyünk a fordulásra. ...24-23. Van egy perc szünet most a térfélcserére. Ez a félidő, ez picit szerintem lélekromboló lehetett a Várdár Szkopjénak. Hát, ha megtörnek. Mi lesz még? Volt minden. Tetszenek hallani a közönséget. Danyi Gábor próbálta volna Amorimot megitatni, de nem kért a felé nyújtott flaskából. Majd a végén valami szénsavasat. Kupából. De hát addig még izzadni fogunk. 5 percig biztos. És most 19-re napot kért a Győr. Beküldi kisé vált Amrosvárt. Most ugye Cvics kiállítása miatt ebből az 5 percből 1.35-öt ember hátrányban játszik a Várdár. És milyen jó, hogy megnyerte Danyi Gábor a választást a hosszabbításra, mert ez nagyon fontos labda most ember előnyben. Volt már 2 labdán a 2 gólos vezetéshez. Nem lőttük be egyiket sem. Oftedál. Roth. Hetes. Megállítják az órát.
a Grótot már szerintem csak a szíve viszi, mert csak megy előre, nem tudja, hogy mi van maga előtt. De én azt hiszem, hogy a szép lassan azért minden győri játékosról el lehet mondani. Nem, Amorim ő fit, semmi gond nincs vele. Suszlin eljött, Groth, gól! Csak megvan a kettő, 25-23! Grothnak a 8. gólja! Na és akkor most védekezni ezerrel, ami a csövön kifér, megvan a labda! Groth! Nincs rohanás, megállunk! Megállunk, mert van még 45 másodpercünk ember előnyben, ezt bedobjuk. Akkor már az a, nem csak a szalagja van meg annak a aranyéremnek. Oftedal. Amorim. Szerencsénk volt. Kuznyecova focizott bele. Ja, Istenem. Még 20 másodperc a kiállításból. Groth, le a szélre. Bódi, igen! Most egészül ki a Várdár. Lekics elindul, Perezic, rokkarolta át, Lázovic. Hú, ekkora golda van. Az nagyon bement. Semmi gond, 3 perc. Broch. Még egy gól kell. Oftedal eladta. Amorim lerántotta Radičevićet. Čović megy végig, és be is lövi. Ajajajajajaj. Nagyon gyorsan elment ez a labda. Életveszélyesek a szélről. Följövő szélső védők. Az első labdát lopják el. Groth. Amorim. Lekics fogadta. Amorim nem adja Grothnak! Hát ez valami egészen hihetetlen! Amorim tündérmesébe illő játéka. A rendes játékidő végén és a hosszabbításban. És ez pedig Kiséva kivédi. És aztán olyan nyugalommal int oda a többieknek, mintha semmi nem történt volna. Dehogy nem történt! 1:45-tel a vége előtt, 2 gól ide, és labdája van a Győrnek. Hát hogy ne történt volna? Ez most biztosan meccslabda. Föltették passzívra, Oftedal kezéből kiesik. Amorim! Amorim elindul, megállítják. Nem baj, van még passzunk. 1:20 a végéig. Oftedal. Ott hagyja Grothnak. Jön Amorim. Kivédi Suszlina. Most elég nehezen tudta kipiszkálni onnan a labdát. Figyeljünk, hogy lehetőség szerint ne tudjanak gyorsan helyzetbe kerülni. Ne legyen ki fogják perc. Állítani. Broch kimegy. Broch kimegy. Szóval kellett volna. Bár az első játék részben már az alapjáték részben bejöttek az ember hátrányos helyzetek. 1:02. De 2 gól van. Igen, igen, igen. Lekics. Lekics gól. Már csak egy. 27-26. Kiséva marad. Nem hozzuk le a kapust, igen, nehogy véletlenül üres kapura kapunk volt. De nem fogjuk tudni végtámadni szerintem, mert előbb is nagyon hamar föltették a kezüket a játékvezetők. Groth.
most állítják meg, és kapunk egy szabad dobást. 26 másodperc. Még nincs passzív. Van-e még egy jó töltény Amorim kezében? Bódi elindul befelé. Most van fel. Roth. Föltették passzívra. Roth lövi el. Abban volt egy lökés. Megy az idő. 15 másodperc. Már csak megállítják az órát. 4:45-nél. Még van legalább 4 passzunk szerintem. Ofted áll. Jaj, eladta a labdát megint. Lekic fut. 8 másodperc. Lekic leteszi Csovicsak. Kiséva! Kiséva kivédte! Kiséva kivédte! BL győztes az Eto! 27-26! Ez nem lehet igaz. Hát ha nem látom, nem hiszem el! Mekkora húzásod beállítani Kisévát? Egyszer bajnokok ligája győztes a Győri Audi Eto. Hát erre nehéz szavakat találni, amit most lefolyt az utóbbi pár percben. Nem is kell itt mondani semmit. Nézni kell az ünneplő játékosokat és az ünneplő szakmai stábot. Ambrosz Martin. Természetesen nincs ilyen, de Ambrosz Martinnak nagyon járt ez, hogy ezzel a BL győzelemmel tegye még emlékezetesebbé a győri munkásságát. A negyedik BL siker. Egy minden képzeletet felülmúló mérkőzés végén. Kis Éva! Nem véletlenül borult a nyakába Oftedál, mert az utolsó két labdát ő adta oda a macedónoknak, hogy meglegyen a lehetőség, de Kis Éva lezárta az utat Csovics előtt. Itt van a Várdár utolsó támadása. Brilliáns védés. Kis Évából lett a hős, aki gyakorlatilag ezt az 5 percet töltötte az egész hétvégén a pályán. És hát hős az is, aki beállította. Óriási, óriási. És hát köszönjük a győri lányoknak ezt az estét megint. Nem minden pillanatban tesznek jót a szívünkkel, de... Tehát ha vége ilyen, akkor kibánja. Kiszolgálják a közönséget, nem az van, hogy unatkoznak itt az egész mérkőzés alatt a nézők. Hihetetlen Amorim is, amit művelt itt a végén a mérkőzésnek. Mint hogyha most kezdte volna a szezont, és hihetetlen. És az, ahogyan még valahonnan Roth is összeszedte az utolsó erőtartalékait a második félidőre és a hosszabbításra. De hát mindenki, aki pályára lépett, benne van ebben a sikerben. 2013, 2014, 17 és most már 2018. A BL sikerek évszámai. Hát nem tudom, hogy ezt lehet-e még túlszárnyalni, amit ma láttunk itt ezen a meccsen. Meg egyáltalán, amit ebben az évben. Hát tényleg gyakorlatilag nem volt olyan játékos, akinek ne lett volna ilyen-olyan sérülése, aki ne dőlt volna ki hosszabb, rövidebb időre a sorból.
és tegnap egy fantasztikus győzelem az elődöntőben. És ma pedig ez a tényleg felülmúlhatatlan drámai küzdelem. Ott táncol Althaus is, aki annak idején nyert két bajnokok ligáját a Viborgal, az egyiket éppen a győriek ellen. És tavaly már vissza akar vonulni az elveszített BL döntő után, még a Várdár játékosaként. Aztán győri mezbe öltözött, és most úgy néz ki, hogy ha valóban befejezi, akkor BL győztesként fejezi be. Ott van Görbic Anita, akinek ez a negyedik bajnokok ligája elsősége, akárcsak Duda Amorimnak, aki most már szintén négy BL győzelemmel büszkélkedhet. Most már úgy néz ki, hogy aki BL-t akar nyerni, az jobb, ha jön Győrbe, mert másképp ez nem fog sikerülni neki. És Ambrosz Martin. Másik koreográfia, amit látunk. Igen, úgy tűnik, hogy a győri lányok fáradhatatlanok, úgyhogy lehet, hogy jövőre majd a döntő előtti sóra is őket kell felkérni. Meg se koccan nekik ez a 70 perc. A hatodik magyar back, illetve BL elsőség. Vasas és a Dunaper után immáron negyedszer a győriek. És én azt hiszem, hogy ez a döntő ez olyan volt, mint egy fantasztikus film, aminek nagyon-nagyon sok mondani valója van. És meg kell nézni kétszer-háromszor ahhoz, hogy az ember minden finomságot, minden rezdülést tökéletesen értsen, tökéletesen visszakapjon és fel tudjon fogni. Igen, ez így van, de az az egy jó ebben a film, hogy tudjuk a végét mindig. És a vége mindig ugyanaz. Wear the outfit of the champions. Check it out and get it now at salminghandball.com. '27-26-os győri győzelem tehát a bajnokok ligája döntőben a Várdár Skopje ellen, és nyilván azért a macedónok is megérdemelnek néhány szót és néhány gondolatot. Ha nem a Győr lett volna itt az ellenfelük, akkor sajnálnánk őket, hogy ennek a Várdár történetnek így van vége, de hát nem tudtak nyerni most sem. Hallgassuk John Newmant, aztán majd beszélgetünk még arról, hogy mi is történt.
Kedves nézők, rövidesen kezdődik az ünnepélyes eredményhirdetés. Azt hiszem, hogy aki látta ezt a mérkőzést, még mindig az események hatása alatt van. Döbbenetes csata volt a pályán, és tényleg azt hiszem, hogy érdemes ezt Budapesten megrendezni, mert azért lehet, hogy az X-faktor az azért a hazai pálya, ami befújja ezeket az utolsó pillanatokat a győrieknek. Sok ezer ember, aki együtt élegzik a csapattal. Szkopjei játékosok még mindig nyelik a könnyeiket, nem lehet csodálkozni rajta. Bronzérmek sorozata után az ötödik Final Four-ban sem tudnak nyerni, ugyanúgy, mint tavaly. Most is az ezüstérem jut majd nekik. És Kovics vigasztalhatatlan. Ő az, akinek az ittszerét a legvégén kiséva hatástalanította. Radiševič, aki mindent megtett második játékrésznek, illetve a hosszabbításnak is az egyik hőse volt a szkopjei oldalon. És hát nagy valószínűséggel Lekicsel, Radiševičsel, Cvicsel, Lazovicsel majd egy év múlva is találkozunk itt a négyes döntőben. Még nehéz elképzelni, hogy a bukarestiek ne biztosítanák a helyüket majd a legjobb négy között. Penezicsel viszont nem fog találkozni, az biztos. Aki egyébként azt gondolom, hogy az egyik kulcs tényezője volt a Várdár mai vereségének. Nem tudta azt a játékot nyújtani, ami a Várdárnál szükséges ahhoz, hogy nyerjenek. Ő a gól felelős ott, és ma nem tudta hozni azok a gólokat, amiket vártak tőle. 8 lövésből szerzett 3 gólt. És aztán Radiševičnek is, és Lekicsnek is továbbra is az a Bajnokok Ligája arany marad, amit a győri játékosaként nyertek még 2013-ban. Nagyon szerették volna egy aranyéremmel lezárni ezt a Várdár korszakot. Saját nevelésű játékosokkal, fiatal kézilabdázókkal vág majd neki a következő szezonnak már a Várdár Skopje. Teljesen új csapatot építenek majd. Az új csapatokat nem erre a szintre építik, legalábbis a közeljövőben biztos nem. Aztán persze sose lehet tudni azon a vidéken, hogy mikor érkezik esetleg egy új mágnás, és összevásárolja megint a piacon levő legjobb játékosokat. Lakrabert se fogjuk jövőre látni, ez biztos, hiszen ő Flurryben fog játszani, aki nem BL résztvevő. És a győri közönség is megtapsolja a levonuló Várdár játékosokat. Gibirova próbál mosolyogni. Egyébként tényleg minden dicséretet megérdemelnek, mert fantasztikusat küzdöttek megint, és azért nem lehet könnyű azért. Igaz, hogy a bukaresti ezrek mögöttük álltak, de azért messze nem a hazai pályán tudtak játszani, ami azért sokat számít.
a gól királynőnek a címet. Krisztina Neagulep, a Bajnokok Ligája idei kiírásának gól királynője. Négy gól volt a hátránya a Final Four előtt. Iveta Luzumovával szemben ezt a különbséget már tegnap ledolgozta. Nem is nagyon volt kérdés, hogy ővé lesz majd az elsőség. Wittmann úrtól vette át a trófeát, aki a marketing vezetője a Select labdagyártó cégnek. Leágul jövőre majd új játékos társakkal újra neki fut, és újra megpróbálja. Jön az MVP. Leno kapta, aki hiszem, hogy nem érdemtelenül. És hát ő is, hogyha kupát akar nyerni, akkor megfelelő csapatot kellett választania, úgyhogy külön dicséret érdemli ezért. Tegnap 18-at védett, ma 17-et. És én azt hiszem, hogy ennél többet alig lehetett volna. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől veszi át az MVP-nek járó trófeát. Akinek közel áll a szívéhez a Győri Eto, úgyhogy jövőre személyesen megnézheti majd a MVP-t is Győrben. És ott mindig vegyes érzéssel fog majd erre a serlegre Leno ránézni, mert ez akkor lett volna az igazi, hogyha meg is nyerik. De nem nyerték meg, mert az a csapat, amelyik megnyerte a Bajnokok Ligája 2017-18-as kiírását, egy elképesztően, egy eszelősen nagy döntő után, a csapat az Magyarországról érkezett. És ezt a csapatot úgy hívják, hogy Győri Audieto KC. Ott vannak még. Görbicán itt a születésnapi Bajnokok Ligája győzelme. Ott van Bódi, aki nagyon fontos gólokat lőtt, összesen 4-et. Rendes csapattársai vannak Görbic Anitának, egy elég szép ajándéka, kedveskedtek neki. És ott van az a szénsavas ital, amit Amorimnak lehet most elfogyasztani. Mondjunk, hogy ebből inni fog. Tomori Zsuzsát is láttuk egy pillanatra, aki lelátóról követte a csapattársait. Mihály Wiederer és Predrag Boskovics a díjátadók. Boskovics úr, aki az alelnöke ugye az EHF-nek. Áj, de szép ez! A montenegrói kormány tagja egyébként. Ambrosz Mártin és Szabó Tamás, Danyi Gábor is oda kacsint. Hát Danyi Vámbor, nem tudom, hogy könnyű örökséget vesz át, mert ezt felülmúlni, ezt nem lesz könnyű.
Young és a Győri szurkolótábor koprodukciós előadásában a győztesek névsora. Hova lehet még írni tovább ezt a történetet majd? Milyen fejezetekkel és milyen epizódokkal lehet bővíteni? És hát nem tudom, hogy lehet-e ennél izgalmasabb döntőt játszani, mint amilyen ez az idei volt. Ott a serleg. ...2018-ban tehát Bajnokok Ligája győztes, a Győri Audietto, és a Győri az első csapat, amely a Final Four-os lebonyolításban meg tudta védeni az elsőségét. És egész véletlenül zöld-fehér konfetti van bekészítve, valamit tudtak a rendezők. Gondolod, hogy ezt a Várdár játékosok nyakába nem zúdították volna oda? Hosszabbításos döntők azok mennek, heteses nem, úgyhogy a heteseket nem vállalják be a lányok, inkább eldöntik a hosszabbítás végén a történetet, de hát fogadjuk el ezt így, és azt hiszem az a forgatókönyv, amit az egész hétvégére előrejeleztünk, az teljesen megvalósult, úgyhogy... Hozzáteszem azt, hogy nem lettek hetesek, az itt a legvégén csak és kizárólag kisévvel múlott. Hát, ő is hozzátette, amit kértek tőle, óriási húzás volt utolsó 5 percre. Megfogott egyébként egy nagyon fontos lövését Penezicsnek is. Úgyhogy abszolút bejött ez a húzás. Említettem még a bevezetőben, hogy 4 játékos van ebben a győri meccskeretben, akinek még nem volt BL elsősége. Most már Hansennek, Oftedálnak, Fodor Csengének és Pireja Gonzáleznek is van. Ez egy fantasztikusan nagy csapat, egy korszakosan nagy csapat. És tudjuk jól, hogy a történetnek még egyáltalán nincs vége. Mert az erősítésekkel minden esély megvan arra, hogy a győriek majd egy év múlva is itt ezen a dobogón táncoljanak. Az előjelek a jövő évi szezonra szerintem azt mutatják, hogy a Győr és a Bukarest lesz a két favoritja ennek a sorozatnak. Valószínűleg a Rosztov is ott lesz a tűz közelében, és van egy kiadóhely, és óhatatlanul arra gondolunk, hogy miért ne lehetne egy másik magyar csapat itt a Final Four hétvégén jövőre. Szépen sorban be lehet járni a különböző állomás helyeket itt a csarnokban, ahol el lehet készíteni a hivatalos fotókat. Majd még egyet-kettőt táncolni, és ez a tánc, ez a mulatság, ez egészen biztos, hogy reggelig tart majd. Igen, tavaly ugye Szabó Tamás aludt ebben a bizonyos trófeával, lehet, hogy ma éjszaka is nála fejezi be a pályafutását ez a díj. És ahogyan Görbic Amorim is mutatja a négyest, említettem, hogy mindketten 4-szeres Bajnokok Ligája győztesek. És ha már a sors úgy hozta, Oramörk a pályán nem tudott hozzátenni a csapat teljesítményéhez, de benevezték a meccskeretbe ugye mind a két napon, és nyilván a személyisége, a jelenléte ott a kispadon, a társak közelében, az egészen biztos, hogy nagyon-nagyon sokat számított. Az az energia, amit ő képes volt átsugározni a többiekbe. Hát kedves nézők, figyeljük még a győriek örömtáncát, és hallgathatjuk a kollégák további értékelését a stúdióból. Így van, egy
kicsit fegyelmezetlenkedtünk, itt mindenki ide-oda mászkált, mindenki mindenkinek gratulált és örült, nagyon fantasztikus volt ez a győzelem, és annyira jó, hogy végre felszabadultat tudunk körülni ennyi izgalom után. Fantasztikus volt, amit a csajok műveltek a pályán, egyszerűen szenzációs, hogy egyik napról a másik napra hogy tudnak így kézilabdázni, és hogy tudnak így küzdeni folyamatosan, még ha nem is ment annyira a játék, de hihetetlen, hogy bárki feljött a pályára, hozzá tudott tenni ehhez a mai sikerhez, úgyhogy le a kalappal előttünk. Azért most így utólag azt mondom, hogy szerencse, hogy mégis voltak köztük sérült játékosok, mert a koreográfiát, a táncot biztos ők találták ki, és ők gyakoroltatták a többiekkel. Igen, ők voltak a felkészítő tanárok, nekik volt idejük felkészülni, megválasztani a megfelelő zenét, nem ez csak itt. Azért úgy gondolom, hogy nagyon sok időt töltenek együtt, szabadidőben is tényleg biztos jó közösséget alkotnak, és azért erre felkészülni. Ez jön ez a zene ilyenkor, amikor felszabadulnak. És már a szurkolóknál van a trófea, és ebből is látszik, hogy milyen elképesztő egység van edző, játékos és szurkoló között. Ilyen képeket azért ritkán látunk, amiről beszéltünk korábban is. Ambrós Márté volt az első, aki befutott kis Évához, és aztán egyszer csak a kör közepén találta magát. Együtt ünnepel mindenki. Igen, hát egyszerűen fantasztikus, és tényleg az, ahogy a közönséget is belevonják ebbe, és tényleg hálásak és megköszönik. Hát egy életre szóló élmény ez, azt gondolom a közönségnek is, hogy ott lehet a trófea, és megérinthetik, tehát tényleg fantasztikus, amit ma műveltek, és hát nagyszerű, hogy ennek mi is részese lehetünk. És megint azt mondanám, hogy hát emeljünk ki egy-két játékost ebből a csapatból, de lehetetlenség ezután a mérkőzés után, hiszen mindenki jól teljesített, és mindenki rakott hozzá extrát bizonyos időszakaiban a mérkőzésnek. Ki tudunk emelni egy embert, vagy egy nevet, úgyhogy csapat szerintem. Ugye ilyen húzás, hogy az utolsó 5 percben kapust cserélünk úgy, hogy a kis Évi a két nap alatt 7 méteresekre, büntető dobásokra állt be, nem is volt pályán, és akkor egyszer csak beküldjük az utolsó 5 percre, zicser fog menet közben, és megfogja az utolsó kapura lövést. Ilyet kitalálni, csak biztos a legnagyobbak tudnak. Igen, de ez... Bocsánat, csak azért mutogatok, mert kis Éva a hősnő van ott most Cél Tamásnál, utána folytatjuk. Bizony, köszönöm szépen az imént, gratuláltam Kis Évának, és megráztam azt a kezet, amivel gyakorlatilag megnyerted nekünk a Bajnokok Ligáját, pedig sokáig nem úgy nézett ki, hogy a pályára fogsz lépni, de sokszor elmondtátok, hogy ennek a csapatnak ez az ereje, a csapategység. Igen, a csapategység, mindenki hozzátette a magáét, és nagyon örülök, hogy én is hozzá tudtam tenni a magáét a legfontosabb pillanatban magam. Mi játszódott le a fejedben, mikor szaladtak feléd zicserben a kapuval, és tudtad, hogy ezen nagyon sok minden múlik? Meg kell fogni. Valami eszedbe jutott ilyenkor a videókról? Bármiről? Nem, zicser. Tehát a zicsereket azért változóan lövik, meg kell fogni. Ennyi volt. Tehát ennyi futott át az anyamon csak. Azt mondd el nekem, hogy a hajadat zöldre festetted, ezt már tegnap is láttuk. Valamit sejtettél, hogy ennek jelentősége lesz ünnepi hajviseletkel? Mások a körmüket, én a hajamat festettem be. Azt mondd meg nekem, rengeteget készültetek ebben az időben. Hogy jutott időtök még a tánc koreográfiát is megtanulni? És mikor? Mindig akad idő, arra van időnk, amire szakítunk. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok. Körülnézek, hogy érkezik-e még valaki. Hát egyelőre nem Bözsi, úgyhogy visszaadom nektek a szót, de figyeljetek, és amint érkezik ide valaki, akkor kérjük vissza azonnal. Köszönjük szépen, az imént belefolytottam Timibe a szót, úgyhogy visszaadnám, ha még emlékszel rá, hogy mit akartál mondani. Fogalmam most. Sincs. Elképzelés. Jaj, de tudom. Azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus edzői húzás is, olyan, mintha Ambrós Martin előle játszotta volna ezt a meccset. Hogy ő tudja, hogy mikor kell berakni Kis Évát a kapuba, ez valami hihetetlen, és ő megérezte, hogy lehet, hogy azon fog múlni, hogy a végén zicser lövésön, és abban jobb Kis Éva, és így is történt. Ki van ott Cél Tamásnál? Ambrós Martin. Igen. Bizony, itt van Ambrós Martin, Szabó Tamás is. Kezdjük a végén. Hogy jutott eszébe a vége előtt néhány perccel beküldeni Kis Évát, mert nyerő húzás volt. Eva into the game in the last moments to win the game, and it was the winning moment. How it came into your mind? Oh, it was as Eva was doing a fantastic job in the last month. She was ready to play, and in some moment I spoke with her, and also with Kari. I said, hey, maybe Eva is ready also to help. And they speak each other,
and they decide to do it in this moment. And this is a sport and this is the team spirit. They don't care who is in the field. Everybody is ready to help. And this is probably the most beautiful thing in the sport. Évi rendkívül fontos és jó munkát végzett el az elmúlt hónapokban, és nagyon jó formában is volt, és igazából meg is érdemelte. A kapusok megbeszélték egymás között, hogy hogy érzik, és ők döntötték el ezt, hogy akkor az Évi folytatja. A most azt mondta, elfogadta, és ugye ez a gyönyörű a sportban, hogy Évi bejött, és a legfontosabb labdát az pedig ő meg is fogta több egyéb mellett, úgyhogy ez a csodálatos a sportban, hogy ilyen emberek vannak, hogy ilyen dolgok történnek. És hogy ilyen szívvel tud küzdeni egy csapat. Nagyon tartottunk attól, hogy elfárad a Győr, de még a hosszabbítást is jobban bírta talán, mint az ellenfél. Also we felt a bit, we were better than the opponent. Today was not an option. Not today. Seems some time ago there was not only the injuries could stop this player, but not the tiredness, not nothing, not the problems, not nothing. So in this meeting we were sure that it was not about the how tired we can reach the last moments. What is important is that everybody felt that they could do it from the very first moment, since some time ago, in the bad moment today, also in the last save of Eva. So in this meeting, the power of the team in the mental and in the physical was amazing, and that's why we are happy, because we can see and test that it's not only about the handball and the skills, it's about also the mental power in the most difficult moments. Hajrá, Tomi! Próbáljuk meg, köszönöm, Ambrus, köszönöm. Hozzászoktam. Na most azt mondta, of course I can. Azt mondta az Ambrus, hogy nem volt opció ma a fáradtság, és nem csak ma, hanem tegnap sem. Ezeket a játékosok a maximum sérülést tudta csak megállítani. Ettől függetlenül úgy érezte, hogy mind mentálisan, mind fizikálisan mindenkinek megvolt az a megfelelő előkészültsége, az a megfelelő akarat, ami szükséges lehetett ahhoz, hogy ezt a fantasztikus teljesítményt leadjuk. Az Ambrus csodálja az emberi nagyságokat, a sportolói nagyságokat ezeknek az embereknek, akik ekkorát küzdetek a kulcsmomentumokban. Fantasztikus, fantasztikus egy mérkőzés volt. Egy nagyon kemény, egy nagyon fáradtságos és egy nagyon szép út végén. Érkezett. Milyen érzések vannak most benne? Options. Yeah, we start really well the match. We said for myself that was very early, but we wanted to stress them also. I think the defense in the 60 minute was amazing again. In the second half, when they got some advantage, they were leading in most of the time. What we do in the last minutes was also incredible, and when everything was so clear, like last season, we got also some problems in the last moment. We got it, so I don't know. I don't know. I don't know what to say. I don't know what to believe about these players. Ambrus azt mondta, hogy leírhatatlan érzések voltak benne. Kicsit ugye az volt a probléma, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, remekül, fantasztikusan kezdtünk, talán túl korán is. Egy kicsit talán elhittük, azért az ellenfél nagyon jó erőből állt, visszajött. Nagyon-nagyon komoly mérkőzést játszottunk mind a fejben, mind pedig fizikálisan. Ambrus azt mondta, hogy nagyon nehéz ezt összehasonlítani, nagyon hosszú út volt és problémákkal teli. Tehát voltak nagyon magas hullámegyek és hullámvölgyek is. A tavalyi szezonban, amikor nagyon jól domináltunk, akkor nagyon jól sikerült egyébként a végére is egy izgalmakat tenni, és idén is. Tehát egyszerűen nem tudja szavakba önteni, mennyire nagyok ezek a játékosok. Now I can say that I will miss them a lot for the rest of my life. A életem hátralévő részében nagyon-nagyon fognak hiányozni mindannyian. Ambrus, te is nekünk köszönjük szépen, és gratulálok még egyszer az Ambrus fiúknak és Szabó Tamásnak, és érkezik ide Eduard Amorim, akinek gratulálok. Óriási érzés, hogy aranyéremmel a nyakába érkezik ide. És nagyon jó volt látni, hogy végig mosolygott a mérkőzésen, még a legkeményebb szituációkban is. Ez az, amit szeretünk benned. Of course we have to feel persze, meg kell. We have to feel confidence. Az abszolút végig mindig magabiztosnak kell mutatkozni a meccs során, és aki itt meg tudja nyerni ezt a meccset, aki nyugodt tud maradni, és aki meg önbizalma marad. Jó, meg a rossz pillanatokban is mosolyogni kell. Az elején lőttél egy gólt, és a rendes játékidő legvégén rápihentél a hosszabbításra? Did you rest for the extension? I think I was feeling fresh on nem, szerintem tényleg egyébként frissebb voltam a ráadásban, hosszabbításban. Right, szerintem a legjobb pillanatban jött. Persze, hogy az ember mindig még jobban, de azért jött akkor, amikor kellett az utolsó percben. Látszott, hogy nagyon együtt van a csapat. Mindent begyakoroltatok.
A legjobban nekem végül mégis a tánc koreográfia tetszett. The best was the dance choreography. That yes, was. Even that was working well. No, it was. Mert még az is, látod, ott is jól működik a csapat, azért van ez így. Mikor volt erre idejük begyakorolni? Time to actually practice that. Actually, we had to go to this oxygen cabin. Egy so, oxigén kabinba kellett töltenünk egy kis időt. We had to be 2 hours there. Ott 2 órát ültünk. So we had some fun. Volt időnk, elfoglaltuk magunkat. Köszönöm szépen, nagyon jól szórakoztunk. Gratulálok, kedves nézők, megint visszaadom Bözsijéknek a szót, aztán ha még van rá idő és van riportalany, akkor kérjük vissza. Köszönjük szépen, igazából ez az időszak már csak az érzések és az érzelmek időszaka, nincs itt már értelme taktikáról beszélni, meg ilyesmiről, hanem arról, hogy fantasztikus ez a siker, és most már ugye nem az első, tudjuk ezzel a csapattal. Tehát az, amit ezek a lányok véghez vittek a mai napon, egyébként egy évvel ezelőtt vissza, tényleg arról szól a történet, hogy itt már se taktika, se technika, se a kézilabda tudásban nincs akkora különbség, mint amekkora a szívben volt. Amit ők ma itt produkáltak, az már ennek a következménye, amiről mindig beszéltek a csapat. Igen, úgy gondolom, hogy ilyen hőfokú mérkőzéseken, 2 ilyen nehéz mérkőzés után, ilyen nehéz szezon után, itt már tényleg nincs az, hogy épp észre gondolkozol. Ahogy az Évi is mondta, fogalma se volt róla, hogy mit videózott, mit látott, mi van a lőlapon. Itt már csak az van, hogy úristen jönnek, és ezt meg kell fognom. Nem azért, mert humi lesz, ezt meg kell fogni, ezt az ígyszert, vagy úgy, ahogy be kell lőni. És itt már csak az viszi előre az embert, hogy ezt meg akarom csinálni. Ha ezektől a játékosoktól, mint például Eduard Ámorim, semmi más nem sikerül megtanulni, csak azt, hogy de magabiztosnak kell látszani, önbizalomnak kell lenni, mosolyogni kell, és ezzel tönkre lehet tenni az ellenfelet, akkor már megérte. Hát igen, fantasztikus, hogy ő is honnan, hova jutott el, és most már azért tud végig mosolyogni egy találkozót. Ez annak is szól, hogy egy fantasztikus játékossá nőtte ki magát, aki most már egy ilyen csatát is tudja, hogy még erőt kell demonstrálni azzal is, hogy folyamatosan mosolyogjon, és az a társakra is átragad, és amikor feszültség van, akkor ránézel a Morimra, és azt mondod, hogy itt van a nehéz tüzérség velünk, aki beviszi a kell a hátán a 3 embert, és hiába van 2 perce, 2 perce, és hiába van nehézségben, egyszerűen rápihen, bejön és megold mindent. Ez a 4 perc kellett ahhoz pihenőbe, hogy utána lássuk tőle azt a fantasztikus 3-4 gólt a végén, ez igen, így volt direkt. Így van, és de itt mondhatom Annemette Hansent is, aki szerintem ebben a döntőben olyan fantasztikusat alakított, hogy amikor nehézségben volt a csapata, akkor ő vette át a vezérszerepet, és ő nőtte vezérszerepé magát, amikor ő neki tényleg nagyon viszontagságos volt az év új ebben a csapatban, de igenis, hogy érezte, hogy most én vagyok, nekem kell, én vagyok a pályán, és magával vitte a csapatot, és ettől igazán csapat ez a csapat, azt gondolom. Nagyon-nagyon nehéz a kamera felé nézni, mert a hátunk mögött zajlik az élet, az igazi élet, és nagyon-nagyon nehéz ebből kiszakadni, de örömmel nézzük, és mi most nézni fogjuk, és örömmel hallgatjuk közben Szél Tamásékat. Hát főleg ugye a lányokat, Nora Mörk és Görbic Anita áll itt előttem. Lányok, gratulálok! Görbe, neked duplán, boldog születésnapot! Elárulhatod, hogy ezt kívántad, gondolom, mikor elfújtad a gyertyát, ha már volt ilyen. Ez így igaz, ezt kívántam, olyan négy csodálatosabb születésnapom szerintem nem lesz. Az, hogy... Köszönöm! Az, hogy a születésnapomra esett a BL döntés, meg is nyertük, hihetetlen boldog vagyok, és gratulálok minden játékosnak, a szurkolóknak, fantasztikusak voltak. Nagyon-nagyon nagy élmény volt ma játszani. Milyen élmény volt nézni a csapatot kívülről, úgyhogy nem tud segíteni, de érzed rajtuk az erőt. No, it was tough during the game, you could see the nagyon, tényleg láttuk, hogy a... The girls were really tired. Tényleg nagyon-nagyon fáradtak voltak, és segíteni akartunk rajta, de egész egyszerűen hihetetlen. Nem hiszem el, hogy tudtunk küzdeni a taktikai szempontból, gyakorlatilag hoztuk, amit kellett. Nagyon büszke vagyok. Ezért akartam mindig is Eto játékos lenni. Mit tudtál nekik segíteni, amikor láttad, hogy kicsit fogy az energia? Apró dolgokat. Tartani az energiaszintet, pozitívnak maradni. Csapat vagyunk, és annyira büszke vagyok, tényleg csak ezt ismételgetem. Mi is büszkék vagyunk rátok. Köszönjük szépen, sajnos ennyire volt most időn. Kedves nézők, ígérjük, hogy még jelentkezünk győri interjúkkal, megszólalásokkal a 3. félidőben vagy később, de most egyelőre ingyen ennyit. Köszönöm szépen a figyelmüket, Bözsi, ti jöttek. Szia,
hozzá tudunk szokni ezekhez a gondolatokhoz, és remélem meg ezekhez a pillanatokhoz, remélem, hogy lesz is erre még alkalmunk. Köszönöm szépen nektek, lányok, hogy itt voltatok velünk, köszönjük szépen a kedves nézőknek, hogy velünk tartottak. Azt hiszem, megérte. Viszontlátásra!